Ha-ho, ha-ho. Sziasztok, hello. Üdv mindenkinek. Ez már itt az ötödik rész. Az ötödik stream, ha jól számolom, persze. A Diablo 2 Resurrected-be. Méghozzá abból, ami szinkronos. De ha több mint... Tehát, ha emlékezetem nem csal, már pedig nem csal. Ilyen rövid időintervallumról legyen szó, sikerült elindítanom megint a nem szinkronosat, a nem magyar feliratosat, mert hát én az asztalról nem nagyon szoktam indítani játékokat. Főleg, hogy a Battle.net-essel van szó, akkor meg pláne nem. Nem használok ikonokat az asztalomon. Hát ez ilyen. 22-es Sotiris, Nemicis pedig 25-ös. Ő már Act 3-on jár, Nemicis, akivel először belevágtunk a kalandokba. Mármint ilyen hosszabb távon, amikor megjelent a játék. De Sotiris, hát ő is lassan Act 3-nál fog járni. Ott tartunk jelenleg, srácok, hogy a... Azt hiszem Arcane Sanctuary-nek hívják a helyet. Azt már így teljesen átnéztük. Jól beállítottuk a UI-t, tehát bal fölül látszódik a térkép. Úgyhogy most már itt középen csodálhatjátok magát a játékot. Így van a hát igen, Arcane Sanctuary az majdnem titkos menedék, szóval a titkos menedék volt az, amit így teljes mértékben átnéztünk. És a küldetésekből van még nekünk kettő. Az egyik, hogy a pálcát Tárás a kriptájába bevigyük, a másik pedig, hogy ez már itt a Tárás a igazi kriptájának a jele. Viszont oda még nem megyünk, hanem előtte az összes kriptát átnézzük. Hát, hogy így ezek a feladatok. A mai napra végezzünk Duriellel, a második akt főbosszával, és tovább megyünk a harmadikra. Mephisto köré. Nem tudom, hogy meddig jutunk. Szóval irány a mágusok szurdoka. És most az a szívás, hogy ugye ölnie kell az agyag golemnek, illetve Gulzárnak a segítőmnek, hogy tudjak csontikat idézni. De valószínűleg kéne erősítenünk egyébként a segítőmön. Az így nagyon sokat jelentene jelen helyzetben. A csontik iszonyatosan erősek. Elfelejtettem amúgy magam mellett megnyitni a guide-ot. De hát majd ha eljön az ide, akkor majd megnyitom. Hát guide, hogy... merre felé kéne építkezni? Azt néz, kétkezes balta. Szegecses dorong. Na hát ez a körös például ide bemeltünk. Ez biztos nem a helyes irány. Vérfakasztó. Mekkora húsángokkal nyomják ezek a vérfakasztók. Ugye azért kezdtem kontrollerrel játszani a játékot, mert sokkal könnyebb debuffolni, így. Nekem sokkal könnyebb, sokkal kényelmesebb ezzel a build-el a kontroller. Na, ott a nagy mana ital, úgyhogy lassan ihatunk. Mana kell, mana. Mana kell, mana. Nincs elég mana? Mana kell, mana. Mana kell, mana. Nincs elég mana. Köszönöm. Azt hiszem 8 csontink lett, így van, tehát a 9-et már nem is engedte meg summonálni. Mana kell, mana. Nincs elég mana. Lirikus a szinkron. Sérült füstgömb. Uhú. Eltünk.
még nem tudom használni. Még nem tudod használni? Tessék. Rohadt tüske! Nem, rozsda tüske! Majdnem. Ott van egy ilyen zöld. Vihar égő, az éhes. Nagyon jó. Mondjuk nem kellett volna ilyen közel jönnöm hozzá. Van ott egy csuklópenge, meg egy kristálykard is. Mana kell, mana. Asszus. Na az a kristálykard jó lehet? Három szlottyos, úgyhogy akári még jó is lehet. Mana kell, mana. Nincs elég mana. Nincs elég mana. Így van. Hát én is ezt mondom. Minőségi hosszúi. A regeneráló elixir az kell. A fullasztó gáz is. Hát a varázskapu tekercs most nem kell. Úgyhogy mehetünk tovább. Aha, jól láttam, hogy itt maradtak urnák. Gyerünk, cím, gyerünk! A mana rep, köszi szemez a linket. Jó, egy repülő szabja. Minőségi rövidíj. Hát nekem bejön, ahogy nyomja. Mana kell, mana! Nincs elég mana! Nagyon jó. Úgy néz ki, hogy a három irányból kettőt már átnéztünk, úgyhogy mehetünk még tovább. Égő halott. Kapjátok? Dorong. Ezt már nem bírom el. Hát ezt már én sem. Jó napot. Jó napot. Miben segíthetek? Éla, te bármiben. Mármint, hello? Három szlottyos kristálykardot, azt megtartjuk, mit szóltok? Na. 25%-a több arany. Viszlát? Ja. Csodás volt. Hosszan? Nem? Így hosszan. Okay. Megittem. Kicsit se creepy, hogy az élő halott seregeddel mész bevásárolni. Te nem így szoktál nyomni, Zakika? Én a CBA-ba is a gólememmel ugrok le. A new subscriber arrives. Filigóca! It fills you with determination. Nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Üdv immáron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Köszi szépen! Srácok, peregjenek a szögek! Nem, nem engedik be őket az ajtón, a parkolóba várakoznak. Szeg, ez megkülönböztetés. Szerintetek a bárd az jó lehet az inasomnak?
gyorsabban, team, gyorsabban, hát meghalunk, itt meghalunk. Nagyon nyomják. Sziaszkol, szevasztok, skacok. Köszi szépen, zakik a Connor és Scott a pergetését. Mizu is... Ezt már nem bírom el. Connor. Rég láttalak. Ezt már nem bírom el. Hello. 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 Ez egy rövid pihenés. Szükség van néha kikapcsra. Így köszönjük, Frigóca. Na, nem tudom, hogy kell, úgyhogy átváltunk egér billentyűzetre. $49.76. Csak ebbe lehetne rakni valamit. A valami pedig lehet, hogy... Élő holtsebzés, támadási érték. Nehezzük pihenésnek, Szabinak csúfolás lenne? Fagysebzés, méregsebzés, tűzsebzés, villámsebzés. Életlopás, manalopás. Amúgy alakítsuk át ezeket. Pillanat, srácok. Lesz egy kevéske helyünk most így. Az a gond, hogy már a betett köveket, azokat már nem tudom kivenni. Ez még egy régi Diablo, ugye? Jó, ahogy látom, ennyi. Ja, kitalálom az irányt, hogy hogyan kéne pakolásznunk. 3-3. Hát mondjuk a legjobb az legyen fölül. Mondjuk ezt meg beteszik az új fegyverbe, tehát ezt kár is nézni. Azt eladjuk. Sárgából egyáltalán nem tudok jobbat csinálni. Ó. Oh. Zöld az ugye marad. Ja, ez így jó lesz. Ó, hát nem vettem észre, srácok.
Ez itt három lila. Ezt a lágyásra sose használtam, olyan gyengének tűnik. Hát ugye nekem a buffja miatt jó. A Summoner Necronnál a buff miatt elég király. Ó, köszi szépen, Connor. Köszi szépen, rendes tőled. Hát akkor pont lemaradtál a hatalmas nyereményjátékokra. Folyam, hogy el vagyok veszve. Legyen így. Tessék. Majd átrendezzük. Igen, igen. Jó helyre került a... az összes nyeremény. Mi bajod van? Tessék. 80 méreg sebzés 5 másodpercen keresztül. Kéne neki majd egy jobb sapka. Na hát amúgy ez látszódik, tehát hogy... ha most én ezt kiveszem. És nyomunk egy cserét. 113-156. Jó. I'll put that to good use. Ez, úgy gondolom, hogy ez megérte. Jó, folytathatjuk. Most, hogy így átrendeztük az inventory-t. Úgyis lesz még rá lehetőség, ha... esetleg valaki vágyott volna. Nyereményekre még lesz rá lehetőség. Hoppá, átkozni akartam. Az inasom nem jut előre. Pedig ha előre jutnám. Ez gond lesz, srácok. Nagyon mélyre jöttem. Ez mi volt? Srácok, meg fogunk halni. De... így komolyan... ez most normális, srácok? Most... így... most így... ez most így micsoda? Szarok a Blizzard szerverei, vagy... ez amúgy normális, hogy így... értitek? Akadunk. Ezt most így nem tudom hova tenni, ne haragudjatok. Ezt már nem bírom el. Én sem. Ezt már nem bírom el. Ezt az akadozást, ezt nem bírom ezt el. Ezt már nem bírom el. Ezt már nem bírom el. Ezt már nem bírom el, my life. Várjál. Tudok ilyet is neked, Connor. Hol is van? Nem mondja. Ja, mert izé. Meneküljetek. Meneküljetek. Tessék. Itt nem fog menni. Itt nem fog menni. A városban tilos. A városban tilos. Jó látni téged. Jó reggelt. Egy a maximum sebzéshez, ezek meg nem kellenek. Az a helyzet, hogy lenne még többi mód, csak ugye a numpad az nekem így teli van mindenféle binddal, úgyhogy itt most ez nem fog menni. Ezeket a szinkronokat úgy csináltak, hogy mentek a városba és random szövegeket vettek fel? Üdvözöllek! Ez ugye
Üdvözöllek! Pont így történt, Conan. Ja. Itt nem fog menni. A városban tilos. Úgy néz ki, hogy mind a három zóna már megvan ebben a sírban. Úgyhogy mehetünk tovább. Még nem tudom használni. Még nem tudom használni. Nekem amúgy speciál tetszik az élettelen szinkron hangja a Necrónak. Mondjuk azt sajnálom, hogy nem barbát kezdtem. Jól emlékszem, azt beszéltük, hogy az ő hangja a Szabó Sípos Barnabás. Majd csinálunk egyet a végén, mit szóltok meghallgatni. Ez sem a helyes kripta. Nyugi. Most már jó lesz. Nagyon jó. Csak innen kapja meg a mérgezést. Wow, mennyi potit dobtak. Kis gyógyítani is jöhet. Ó, hát ott valamit miért akad? Tehát, hogy teljesen ért... Tehát, hogy... Nagyon zavar, srácok, hogy... Ó, a franc vigyel. Nagyon zavar, hogy... izét csináltam. Online karakter, iszonyatosan akadozik a játék. És amúgy ezt nehéz elképzelni, hogy ez csak nálam van így. És nem úgy akadozik, hogy mit tudom én, befagy, meg ilyenek, hanem rollback-ek vannak. Hú, nem. Ködökalapács az élet. Hőszomja a csipkézet. Tam. Nyomod. Jó, ez zsákutca. Elindom egy kis teát, srácok. Jaj. Ó, ez jól esett a torkomnak. Gyömbéres citromos. Átnyomok. Befejeződött a bír... Aha, hát... az a helyzet, hogy... Lehet azt is mondani, hogy feladtam. De egyszerűen nem szórakoztató szólóban a játék. Az early access-sége miatt nincsen jól balanszolva. És az, hogy... 8 milliószor módosítsam a config file-t, hogy élvezhető legyen a játék, az nekem nem fér bele. Mármint értem, early access, de akkor már inkább megvárom a teljes megjelenést, és akkor majd nyomom. Ha meg sose lesz szórakoztató szóló játékosként a játék, akkor meg... igen, grind falig jutottam. Oh.
Mert ugye, hát nyilván nem erre lett kitalálva, hogy szólóban nyomják a játékosok, hanem hogy sokan nyomják egy szerverem. Árnyal vágott a sintér? Meghalt a sintér. Több már nem fél a sánkban. Több már nem fél a sánkban? Hát akkor megyünk haza. De akkor miért nem szkillelődik a játékosnak megfelelően? Azt mondom, hogy őrjek. Maradj egy kicsit. Majd megcsinálják. És figyelj. Majd megcsinálják. Ugye nyilván nem ez volt a fókusz. Hogy szólóba is jó legyen a dolog. Úgyhogy ezért nem maragszom. Vagy most ilyen. Hát majd jobb lesz csak. Nem akarok kiégni benne, és nem akarom azt mondani, hogy ez egy szar játék, mert amúgy nem az, csak nem élvezetes egyedül. Persze. Hát ha akarják, akkor majd megoldják, hogy jó legyen szólóba is a dolog. A kísértetek ura! Ja, úgyhogy Early Access, mondom, jó van. Igazából a koncepció szintjén nekem tetszik a V-Rising, azt balanszok meg. Ilyenek, ha majd jönnek, akkor majd nyomom újra. Ennyi. Hú, ez furán nézett ki. Végeztünk? Ja, végeztünk. Valaki emlékszik, hogy mennyi sírja van tárásának? Mármint, hogy mennyi fék sír van. Mi a kalács? Betakarjalak? Hihetetlen srácok. A gyerek, Harik! Gyere! Mondta, hogy... Takarj be! Takarj be, meghalok! Na, hát ez a négyzet, ez se rémlik, úgyhogy ez is fake sír. Merre menjünk? Fölfelé először. Uj! Team! Halp! Team! Jó, ide spawnoltak rám, jó. De azt nem akarta senki se felvenni, ezt a hülyeséget. Ezek itt még mindig harcoltak. Hét tum van, fun fact, amikor kinyírod a summonert, akkor megjelenik egy kör a címbólóban, és amelyik hiányzik, abban van. Ja, az megvan, Mice, az megvan. Mármint, ja, az világos, köszi szépen. Itt mutatja is a küldinél, hogy melyik a helyes. De direkt mindegyiket át akarom nézni. Szeretek mindent felfedezni. Amúgy a summoner fight ezzel az idéző nekróval szívás volt.
Ja, értem. Hát ez most így nem rémlik hirtelen, Mice. Mármint, hogy az a helyzet, hogy... azt nem figyeltem. Hogy azt amúgy mutatta volna a summoner megölése pillanatában. Mana kell, mana. Több már nem fér a zsákba. Több már nem. You have returned. Köszi szépen Mice a támogatásodat, a Dimeron 21. hónapja, srácok. És köszi, hogy a Prime-odat mindig rám használod el. Ott is van. Ott egy urna. Jó, mehet egy csere. És mehetünk haza. Köszi szépen a pergetés, srácok Mice-nak. Jó napot! Jó napot! Üdvözöllek! Ez amúgy jónak néz ki, ez a cipellő. Na nézzük. Össze tudjuk-e hasonlítani? Aha, Y-nal. Megnövelt védelem, kitartás, mágikus tárgy találás. A keserőség rügye, ami nálam van, szerintem jobb. De ez menőn néz ki. Na. Mana kell, mana. Nincs elég mana. Hát ott tartottunk, hogy erre fele megyünk. Kestus. Még nem tudom használni. Még nem tudok használni? Cestus. Nagyon nyomják itt a mérgezést. Egy cigony. Urna, urna. Még több urna. Aha, látom, látom. Ó, egy rúna! Szóval én ezt néztem, hogy itt még van egy irány. Amerre nem mentünk. Ó, egy kristálykard, na ez milyen? Kettes. Hát sajnálatos. Sajnálatos, hogy csak kettes. Hoppácska. Az a durva, mögé mélesztette fel az élő halottan. Be kéne menni. Hello. Jó lesz, nagyon jó. Nagyon jó, ott a bomlasztó. Rondacse, ezt hogy kell mondanom, hogy ezt a rondacsét? Ez a paladinnak a pajzsa, jól tudom. Durranó folyadék, na gyere csak. Ez lesz a harmadik kamusír. Na. Hoppá! Bomlasztó rögtön az ajtóba várt minket. Az helyzet, az azonosító tekercseket nem is használom. Pedig kéne. Hol de pajzs? Oh, nagyon szép dam, nagyon szép dam. Skótkard. Elixír, sisak.
Azt a szigonyt meg kéne nézni, amiatt, hogy hány slotos. Kettő slotjos. Na basszus. Jó. Számszeri, amulett, gyógyital, nice. Zanzásított fej, azt is amúgy majd meg kell néznünk, hogy jó-e. Még egy gyógyital. Jó estét! Jó estét! Jó estét! Jó estét! Kuka. Négy az élethez. Kuka? Estus kuka? Fura magyar szinkron, bronzon azt mondod? Jó estét! Ne! Ura, aha. És most játszom egy először magyar szinkronosan a játékot. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Mi meglepetés fogadhat minket? Az első nagy meglepetés az volt, hogy nem 100%-os a szinkron, azt nagyon sajnálom. Aha, még ez is a kamu. ACS Carabeus. Vannak ilyen sárgák, vagy mi zöldek. Megzabálták jól a manámat. Az inasom miért fönt mászkál? A munkakerülő srácok. Munkakerülő inasom van. Hihetetlen. Nagy urna volt, aztán nagy... Nem tudom használni. Nem volt benne semmi. IT3-na. Látjátok már ezért is megéri átnézni ezeket a kamu sírokat. Mit tettem fel? Valami hülyeséget. Ja, azonosító tekercs. Patkányfészkek. Nyers török szabja. Na jön az utolsó irány. Tetszik, hogy a csontik is nyitogatják az ajtókat. Ó, mennyi debuff van bent! Srácok, ding! Megtörtént a szintlépés. Ben, szevasz! Ah!
Nagyon szépen köszönöm, Ben. Immáron a 40. hónapja tartó támogatásodat. Üdv újra itt köztünk. Srácok, peregjenek a szolgálják bennek. Mi újság? Ocs, mint arrafelé. Képzeld, már jó pár Vampire Survival-szerű játék van a tarsolyomban megint. Illetve... Kénteken jön egy újabb update. Éjszakázások, ó, hát kitartás továbbra is. Oha, mi? Hogy rám rásoltak a Scarabeusok? Mana kell, mana. Ányvarázs a karóba húzó. Kapta a karóba húzó. Az egyik valami VTuber-es Vampire Survivor-szerű játék, és az a helyzet, hogy tök cikinek érzem magam, azt sem tudom, mi az a VTuber. Ti tudjátok, srácok? Láttam, most jön a kövi patch, én még az előzőre se nyúltam hozzá, miket néztél ki. Na hát ez az egyik, ez a VTuber-es, a másik pedig, hát... Nem tudom, az a helyzet, már nem emlékszem a neveikre. De el vannak mentve, mint játékok, amikkel szeretnék játszani. Csak ezeket már nem akarom beírni a menetrendbe, mondom. Úgyis egy csomó ilyennel nyomom. Ezek inkább legyenek ilyen meglepetés streamek. Korábban kezdek, és akkor ez megy. Nincsen beírom valahova. A Vampire Survivor az megérdemli. Aha, ez a helyes. Több ilyennel már így nem akarlak titeket annyira trakteni. A VTuber, aki animált dolgot rak ki maga helyett. A VTuber az nem olyan, amikor E-Hunter feje helyén virtuális kutyus van? Animált avatára a streamen. Annak mi értelme van? Hát ahogyha én... Nem tudom. Én előbb raknék ki... Na minden, majd hogy előbb nem raknék ki magamról semmit, mint hogy animált kutya legyek, vagy mi. Nem akarja mutatni magát? De hát akkor miért rak ki animált kutyát? Nem látszik az arcod, de mégis van kint identitás. Hú, ez már valami olyan Na, az a helyzet. Most, hogy ezt így elmondtátok, hogy mi van, boomernek érzem magam. Mert nem értem, hogy ennek most mi értelme van. A, és, na várjátok. Ez egy kis közeg, vagy ez egy nagy... merítésű dolog. Tehát, hogy sokan csinálják ezt a VTuber-os dolgot. Azt hiszem, az a mondás, hogy jobban teljesít az a content, ahol van kint facecam, talán ezt próbálja meg helyettesíteni úgy, hogy az arca nem látszódik. Ah, értem. Érdekes egyébként. Több már nem fér a zsákba. A több már nem fér a zsákba. Szia, streamings. Érdekes. Na, egy biztos, én nem jó hiszem, reggel. Hogy ilyet csinálnék. Tehát, hogyha, mit tudom én... Valamiért azt gondolnám, hogy ocsmány az arcom, vagy esetleg ocsmányabb lenne az arcom, mert mit tudom én, átmegy rajta egy henger, akkor is inkább azon gondolkodnék, hogy kirakom-e az arcomat, vagy nem rakom ki. Nincsem, hogy kirakok egy kutyát magam helyett. Vagy egy macskát.
Bár ja, hát végül is gondolom úgy meg van csinálva ez az egész dolog, hogy az érzelmek meg ilyenek azok látszódnak a virtuális avatárnak az arcán. Program figyelje a gesztusaidat és azokat próbálja megjeleníteni a virtuális karakterán, szóval azért valamennyit hozzáadhat a streamhez, de persze még nem te... Ja persze, nem, tehát nem azt mondom nyilván, hogy ez baromság, csak számomra érthetetlen a dolog. De nyilván ez azért érthetetlen, hogy miért akar valaki ilyet csinálni, mert én nem vagyok azoknak a helyében, akik ilyet szeretnének csinálni. Még egy lóna! De amúgy ez már nem egy új keletű dolog, mert én láttam ilyen alkalmazást Steamen, amivel ilyen kis állattá tudom alakítani magam. De én nem tudtam, hogy ezt a VTuber-es zésnek hívják. Szeretnélek látni, mint kis állat? Jó, jó. Majd nyomunk egyszer egy VTuber streamet. És ezek a VTuberek contentügyileg megkülönböztetők? Megkülönböztetőek? Vagy ők is azt csinálják, mint a YouTuberek, streamerek? Tehát, hogy nincs valami, mit tudom én, osúznak egész nap. Aha, csak streamelnek. Akkor mehet a VTuber Osu stream. Több már nem fér a zsákba. Értem. Oké. Okay. Ja, hát köszi szépen, srácok, a felvilágosítást. Na, hogy nem lesz költözésben. Ezek a VTuberek szoktak-e beszélni? Hát, ezek szerint a VTuberek ugyanolyan streamerek, mint én vagy bármelyik másik streamer itt a platformon, csak a kamerája helyett egy kis állat van kint. Igazából ennyi. Tehát, hogy a szavaitokból kivéve content kreatorok, csak animált izéjük van. Világos. Világos, teljességgel világos most már ez az egész dolog. Most már csak akkor azt nem tudom, hogy mi lehet ez a VTuber Vampire Survival-szerű játék. Tehát, hogy én most ott valakinek az avatárját fogom látni. Hát majd meg diskuráljuk, ha előveszem. Na hát akkor én nagy anime csöcsös lányzó szeretnék lenni. Olyat lehet csinálni? Olyan VTuber akarok lenni. Lehet? Nagyon jó. De rémlik ez a név, úgyhogy valószínűleg hollózni akarok benne. Egy VTuber csapat. Na, tessék, hát akkor... Akkor arra a hollós izére elő kell készülnem valami... Gizsgudja legyen a kamera helyett, mit szóltak. Nem rosszabb, de nehezebb, mint a Vampire. Én még nem próbáltam, csak láttam, hogy van ilyen. VTuber lore videó, mikor... Hololive. És ezek a Hololive-osok miben kiemelkedők? Vagy ők abban kiemelkedők, hogy sokan csinálnak ilyen VTuber-olást?
Jaj, meghalt a gólemem. Az helyzet megint megfog. Itt van a haragevő, aki egy szegecses dorongot dobott ki magából. Eredetileg Japánban volt ez a VTuberkedés népszerű. Ne érdekes amúgy. Ott van még egy, az a neve, hogy gyarló özvegy a vadász. Ásár, nagyon szépen köszönöm. Én már az 58. hónapja tartó támogatásodat, mint feliratkozott vadász és ezt mint már nem bírom el. Moderátor egyaránt. Hallod, ezt még a nekromantám se bírja el. 58 hónap feliratkozott vadászként és moderátorként egyaránt. Ezt már nem bírja el. Még a botom se bírt el, konkrétan kifagyott. Van egy jó hírem azoknak, akik több mint 3 évvel feliratkozók. Felvettem a kapcsolatot a grafikussal. Már elküldtem az ötleteket. És ő már válaszolt is. Most már csak nekem rajtam áll a dolog. Amúgy, mint mindig. De hogy... új badge-ek hamaros. De. Menjünk haza. Ahuhásám. De a hololájnak nyílt egy angol ága. És akkor lett nyugodtan. Jesus. Áldás rád. Hát... igen. Áldás rád, Zakika. Köszi szépen a pergetés, kacok. Ásárnak. Mármint Zakikának, meg Szemáznak. A többieknek nem köszi a nem pergetést. Már vége is a melónak, Ásár. Most nem, hát akkor kitartást. Lehet Ben, ha pergettél, annyit írtál, hogy nem is küldtél. Mit szólsz ahhoz, hogy nincsen visszajelzés a Twitch-től, hogy nem ment el az üzenetet? Jó dolog? Tetszik? Ne, fölvettük ezt a hülyeséget. Viszlát? Fél ötkor? Elvileg van valami karakterlimit a Twitch-nél, de nem tudom mi az, meg azt sem tudom, hogy miért nem szól nektek róla, hogy van limit. És hogy nem fog elmenni az üzenet. Nagy urna. Még egy urna. Pontosan 500 karakter? Oh. Már nem emlékszem, hogy az 500 karakterbe mennyi szveg fér bele. 588-al gondolom annyi. Hú, egy szarkofány. Van kettő? Aha. Kéne legendary swag. Jó, de abból csak heti egyet használhatsz el, Zakika. A lélektelen ős K. Kapja. Halt. Nagyon jó. Hogy kell használni ezt?
Tomboló! Tűzellenállás és 15 védelem. Az a helyzet, hogy... Ez jobb. Ez jobb. De ez meg szetes. Hát egyértelműen a szetest kell használni. Mármint amúgy nem, de... Hát én nagyon örülök ennek a set itemnek. Amúgy ez nem hülyeség. Aranyszveg. Aranyszveg 10-et ér. Ez tetszik. Ez tetszik. Még nem tudom használni. Még nem? Még mindig nem? Nem tudom használni. Még nem tudom használni. Jó. Scarabeus is kapta. Jó, hát K és 4 csillag, meg A és 4 csillag, ez lenne a vicc. Nem tudom. Szabad a gazda. Szabad a gazda. Júj! Srácok, inasba rakások jönnek. Meghalunk? Mind meghalunk? Miért jöttem ide be? 85 ezer arany vesztése. Azt hiszem erre szokták azt mondani, hogy nem éri meg. Na, föl kell támasztani Gizit. Na várjunk, a pénz az a ládámból veszette? Hát én nem tudom, ez nagyon sok volt. Honnan használt ennyi pénzt el amúgy a játék? Ez volt az első halálunk egyébként. Na gyere, nyomod. Még nem tudom használni. Nincs elég mana. Mana kell. Így van. Még nem tudom használni. Tessék, most már mehetünk. A ládából nem használ zsír. És XP-t is bugok ki ilyenkor, nem? Ez jól rémlik? Na jó, menjünk másik irányba. Hajrá, team! Na, most mi van? Itt a Diablo 2-ben volt az, hogyha duelezek másokkal, akkor a fülét meg tudom szerezni? Most már tudjuk, hogy mit nem szabad csinálni. Így befutni egy szobába. Agyatlanul.
Igen, igen, megmutattam, hogy amúgy meg lehet halni a játékban, hogyha esetleg valaki nem tudta volna. Igen, igen, mondjuk hardcore karakterrel, örülök, hogy nem hardcore karakterrel mutattam meg, hogy hogy kell ezt csinálni. Nem gond, nem gond. Több már nem fér a zsákba. Még így sem? És így? Azért. Amúgy látom, hogy vannak stat pontok, amiket el kéne osztani majd a következő szintnél. 23-asok vagyunk. De nem akarom felvenni a tegeszt. Jó. Nagyon jó. A varázskapu tekercs az kell, mert a fogyóba. A villám az nagyon fáj amúgy. Nem tudom amúgy mi van, srácok, hogy ennyi set itemet kapok. Mondjuk Legendary-t még nem kaptam. Hát a Legendary-nak ilyen sárgás, aranyas színe van, ugye? Az jól rémlik, srácok. Mondjuk nem is tudom, hogy hogy hívják. Be kéne menni, team. Be, befele! Azt hiszem amúgy, hogy ilyen arany színe van a Legendary-nek. A Magic Find Weekend van, azt hiszem nagyobb a Magic Find százaléka. Ó, War Machine, köszi szépen az infót, nem is tudtam, hogy ilyenek vannak itt a játékban. Valami arany színű, amit nehéz volt régen megkülönböztetni a sárgától. Ja, ilyen barna, valami nagyon világos barna volt, azt hiszem. De olyat még nem találtunk. Lehet, hogy nincs. Kivették a játékban, nem biztos van amúgy. Csak még eddig nem volt hozzá szerencsém. Épő fogsisa. Mennyi csapdás? Urna. Csapdás. Iszunk egyet, az a biztos. Jó gyógyital. Itemfiltert lehet berakni, vagy minden szemetet mutat a játék? Minden szemetet mutat a játék. Bár szerintem biztos örült volna a player base, hogyha lenne erre lehetőség. Nem vagyok nagy HC Diablo játékos. Gondolom az eljátett eddig, szóval én például örülnék neki. Csak jó estét. Az a szívás, hogy jó, ugye hát ugye azonosítani kell az itemeket, amiatt szívás az item filter. Wow!
Ezt nem dobjuk ki, ez nagyon tetszik. Vagy ellenállás, villámellenállás, tűzellenállás, méregellenállás. Méregellenállás. Ez jóféle. Ezt a sapit is inkább meghagyom. Valószínűleg amúgy, tehát hogy... Jó ez a set item, de az a helyzet, hogy a tűz az most így nekem nagyon nem kell. Nem tudom, hogy hol kellene egyáltalán, de most ez nagyon nem. Gyorsabb futás, járás, gyors, igen. Méregellenállás. Ha, ez tetszik. Ja, hát a nagy Diablo 2 rajongók örülnek a poénak nagyon. Meg is értem, hogy ez miért van. Szia, Sörhán Moon, így van magyarítás, méghozzá olyan magyarítás, ami nem csak feliratos magyarítás, hanem szinkronos. Nem 100%-os, de szinkronos. Hát, figyeljetek! Olyan szinten jó egy Diablo 2 Resurrected, hogy megismeritek, hogy ez milyen volt. De nem hiszem, hogy... Komorság nyál. Nem hiszem, hogy ennél leragadtok úgy, mint egy... leragadhattok, szó se róla. Mint például egy poénál. Minőségi gyűrűs páncél. Ezt már nem bírom el. Ez még jó lehet amúgy. Egy. Oh. Jó. Most úgy tekintenek a Diablo 2-re, mint annó az egyre megjelenésekor. Kettő megjelenésekor. Na mert hogy tekintettek? Jó játék, de ma már túlépünk rá. Ja, persze, persze. De hát ez érthető. Azért mégiscsak egy régi játékról van szó. Azért vannak mechanikák, amik újak és sok kényelmet hoznak magukkal. Igen? Miben segíthetek? Az igen. Mennyit hozott? Minden esetre ez a Resurrected nagyon jól jött. A kettőhöz. Sajnálom, hogy a jogok miatt, az egy miatt... Tehát az egyhez nem lesz ilyen. Pedig ha valaminek, az egynek jobban állt volna egy remaster. Az helyzet, meg vagyunk az összes sírral. Úgyhogy jöhet az utolsó. Előző évben kb. Ezt a játékot vártam legjobban, szücsemékben. Szerintem jobb, hogy ezt kaptam?
Hát, végül is abból a szempontból jobb, hogy ha valaki ezt megveszi, több időt tud belerakni, mint egy Diablo 1-be. Ez tény. Ez tény. Több értéket kapsz, úgymond, a pénzedért. Meg azért content ügyileg ebben a kettőben sokkal több minden van, mint az egyben. Többet engedett már a technika, ugye? A nagy mana ital az jöhet. Az helyzet szerintem ezt a részét sosem néztem még át a mágusok szurlokának. Nem tudom, a Diablo 4-ben ne tegyenek limitációkat. Ami egy MMO-nak nem áll rosszul. De egy ARPG-nek, hack and slash ARPG-nek rosszul áll. Na, azt hiszem ez a bejárat az, amit kell nekünk, így van. Bízom benne, hogy tudunk még egy szintet lépni, mielőtt Duriel ellen mennék. Ghostface! Köszi szépen az 5. hónap támogatásodat. Srácok! Peregjenek a szövegek, és köszi szépen, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Köszi, köszi. Úgy úgy, srácok, peregjenek a szövegek. Gigantikus kard. Hát ebben a sírban lényegesen több az enemi. Úgyhogy talán még meg lehet a szintlépés. Köszi szépen. Köszi szépen, Ghostface. Megyünk balra is. Köszi szépen, Zakika, és állni a pergetést. Ajjaj, bejöttem és kinyitottam és lehánytak. Na. Nagyon jó. És akkor megyünk erre. Majd látom, ez visszahoz minket. Abba a csarnokba, ahol már jártunk. Török szabja. Nagyon jó, team, nagyon jó. Ez a szarkofág amúgy elég combos. Alig akart halni. Oké. Aha, itt egy bomlasztó. Jól sejtettem, hogy azért vannak még itt. A
modest fellowship expands. Márdi, nagyon szépen köszönöm az újabb támogatásodat, méghozzá a 222. Vita csatornán. Köszi szépen, hogy Lajasznak ezzel a 7. hónapját lehetővé tetted. Látszok, peregjenek a szegek. Árdinak és a Lajasznak. És még 3 percetek van beindítani a hype vonatot. Durranó folyadék. Jó. Oké, még 2,5 kocka. Egy avancs. Itt van-e valami láda? Nincs semmi. Mennünk kell tovább. Nincs semmi láda, amit így ki tudnék lootolni. Újabb szoba clear-elve. Újjúj! Itt most nagyon sokan vannak. Nagyon erős lett egyébként az inasom. Őt még agyon kell csapni a csapat. Nagyon jó. Hoppá, ezt... Persze, a gyűrűt azt azért nem hagyjuk itt. Ahogy a 69 aranyat sem. Igen, igen, az inasnak inasba kéne raknia. Hát ez egy zsákutca. Az enemit. Nagyon jó lett a gemelés, én úgy gondolom. Aha. Nézem, hogy merre kellene majd mennünk. Hát végül is ebben az irányban még nem voltunk. Amulett, hibás koponya. Jújjúj, átjöttem egy másik szobába közben véletlenül. Oké, egy kristálykard. Na nézzük, hány szlotos. 2. A szíves. Na jó, hát akkor menjünk föl. Láncing. Nyomod a tím, nyomod! Reméljük, hogy nem ez lesz a helyes útvonal. Megjolóztam a beutat. Kockáztatva, hát ha meghalunk. Rendszer most nincs nálam sok pénz. Ez a legszomorúbb, amikor így kinyitom az urnát, és így nincs benne semmi. Na jó, szerintem lemondhatunk a szintlépésről Duriel előtt. Hogy ez már így nem lesz meg.
Hiába elég nagy ez a rész. Tehát nem izé kötelező most a szintlépés, csak örültem volna neki. Sáv. Ó, hogy erre nem is lehet menni. Csapda. Török szabja. Én is rácsaptam egyet. Nagy mana ital. Fél kocka. Hú, de jól néz ki a tűz. Új, zsákutca. Na, erre nem gondoltam volna, hogy ez így zsákutca lesz. Azt hiszem, amúgy azt mondtam nektek, most előkeresem az egeret. Hogy képességben én akarok tenni egyet a mágusra, meg egyet a feltámasztottra, viszont az még odébb lesz. Aztán akarunk tenni az életerőre is. Jó. És a madarakkal jóba vagy, Sáv, egyébként? Hoppá! Azon picsoda! Rothat fickó! Ott van, ott a rothat fickó. Jobban különleges, hogy lilák a szárjai. Tök már nem fér a zsákba. Ott már nem. Jogos. Jogos, hogy nem fér már több a zsákba. Na nézzük. Maradj egy kicsit, és figyelj. Stay a while and listen. 5 életlopás találatonként. Uka. 4 a manához. Uka. Ez micsoda? 4%-kal gyorsabb járás, futás. Jó. Biztosan úgy nem egy nagyon jó talizmán, de most jól jön nekem. Koponyákokat, azokat így még nem rendeztük el. Jó. A botot már amúgy magammal hozhatnám. Jó. Na hát, most már csak ebben az irányba lehet menni. Ha ez igaz, akkor úgy néz ki, hogy kifogtuk azt az egy irányt, amerre pont tárásának a sírja van. Dúri általam. Látom, Mastery, de lére minél többet tartni, Dúri el erős lesz. Igen, igen, Zseron.
Ja. Én a mágusra azért tettem most. Mert a szűk utcákban iszonyatosan nagy szívás van. És akkor ezt mondjuk betesszük oda, B. Így. De jó. De igen, amúgy a Skeleton Masterit írják. Jó napot! Miben segíthetek? Hogy arra kéne pakolni. Ez a nem tudom hány százalék a gyorsabb futás, meg járás, ez érződik. Ez ilyen volt, és ilyen lett. Nagyon jó team. Többiek ne akfoljanak. Wow! Wow! És ez úgy lett meg, hogy afkoltak. Afkolt kettő vagy három csonti. Köszi szépen, srácok. Ez egy nagyon nehéz boss egyébként, srácok. Én amikor hardcore-on nyomtam, szétizgultam magam, hogy most akkor oda lesz a karakterem, vagy sem. De jól néz ki. Ez ugye ilyen volt. Azért mennyire feelinges már basszus, hogy... Köszönöm, hogy megszabadítottál. De hamarabb vártam. Tirael arkangyal vagyok. Azért jöttem ide, hogy megakadályozzam Diablót, testvérének Bálnak kiszabadítását. De elhúgtam. Most terror és pusztítás szabadult világodra. Innen egyenesen Kelet-Kuraszt felé indultak, Zakarum templomának szívébe. Azt remélik, megtalálják legidősebb bátyjukat, Mephistót, a gyűlölet urát, akit évekkel ezelőtt börtönöztek be. Ha a három főgonosz egyes legyőzhetetlenek lesznek. Bár még mindig nem világos, mire készülnek, minden áron meg kell őket állítani. Összetörte. És az erő, amely ezen a világon tart, vészesen gyenge. Vidd véghez ezt a küldetést. Akadályozd meg a három testvért, hogy újra egyesüljenek. Szeld át a tengert, és keresd meg Diablót és Bálnát. Kuraszban. Most siess, halad. Az idő vészesen telik felett. Köszönöm, halad, hogy megszabadítottál. De hamarabb. Nagyon nincs jól balanszban a hang, srácok. Ez hogy lehet? Ez hogy lehet? Ez ugye 100-on volt, mondjuk levesszük 70-re, ezt meg levesszük 30-ra. Köszönöm, haladó, hogy megszabadítottál. De hamarabb. Tirael arkangyal vagyok. Azért jöttem ide, hogy megakadályozzam Diablót, testvérének. Izé, nincs jól megcsinálva Tirelnek a hangja. Mert amúgy nincs gond... Elkéstem.
A pusztítás ismét elszabadult a földön. Annyira tetszik ez a lélektelen hangja a nekrónak, hihetetlen. Szevaszedem. Igen, gondolkoztam én is, hogy csinálok egy Shufni Tuning fordítást a Diablo 2-zol, direkt tükörfordítom a tárgyakat, mert annyira vicces nevük. Hát amúgy vicces nevük van magyarul mindennek, igen. Na. Tehát ugye hazajöttünk. Jerry-nel kell dumálni. Hát amúgy dumáljunk vele. Aztán majd dumálunk a többiekkel. Üdvözöllek! Na, itt mindenki akar velünk dumálni. Hello. Hello. Nagyon jól harcoltál. Nem sokan jutottak volna el idáig. Tárása igazi sírboltjának felfedezéséről már nem is beszélve. Sajnálattal hallom, hogy Diablo és Bál kicsúszott a markodból. Ez nagy bal szerencse. Ha kelet felé kívánsz utazni, felhatalmaztam Mesifet, hogy átvigyen a tengeren. Képzelem most arra, mennyire igmára vágytól, hogy útra kelhessen. Sok szerencsét a továbbiakhoz. És még egyszer köszönöm, hogy megmentetted szeretett városom. Mindig szívesen látunk majd itt Ludgoleinben, barátom. Ennyi. Nagyon jól harcoltál. Jó. Amúgy a zenét szerintem túlzottan levettem. Ne haragudjatok. Zene állítunk. Azt szerintem maradjon 50-en. Húzok nektek egy kicsit. Ja. Crysis szinkron, azt nem vágom. Egyet se fej barátom, te minden tőle teletűt megtettél. Ugyanítom Diablo és már most keletre tart, Kuresz felé. Meg fogod találni őket. Tudom, hogy így lesz. Jó van. Szevasz, Zodiánk. Sajnálom, hogy nem teljesen úgy alakultak a dolgok, ahogy vártad. Tudod, te sokkal kevésbé voltál a terhemre, mint a többiek általában. Sok tengeri betegség elleni főzetet adtam el Mesifnek az évek során. Úgy tűnik, sok utasa nem bírja túl jól a hajója imbolygását, mikor a nyílt tengerhe járnak. Sok tenger... Oké, okay, akkor úgy néz ki, hogy ez ennyi. Jó estét. Na mondja Tél, amit akarsz. Ezek szörnyű hírek. Bál birtokában van az emberiség egyik leghatalmasabb mágusa. Útját pedig a rettegés ura mutatja. Meg kell állítani őket, mert én biztos vagyok benne, ki akarják szabadítani idősebb bátyukat, Mephistót, a gyűlölet urát, aki Kuraszt romlott városa alatt van bebörtönözve. Attól félek, erős gonoszság felé vezet utad, de hited megóvhat. Járj mindig csak a fényben. Greiz remek harcos és vezér, de a szíve mélyén mindig csak egy felbérelhető zsoldos lesz. Nem tudok hű lenni olyanokhoz, akikben még önmaguk iránt sincs hűség. Jó, hát úgy néz ki, hogy elfogytak a betyik. Beszélgetéseken végigmentél, ott szokott lenni plusz info mini. Hogy a fenébe le? Úgy nyomjuk, Ádám, hogy így minden küldetés után dumálunk a népekkel. Tyrael arkangyal volt az, aki a Horadrimnak adta a lélekköveket 260 évvel ezelőtt. Nagyon szokatlan a mennyerőitől, hogy ennyire közvetlenül avatkozzanak az ember sorsába, de Tyrael, úgy mondták, önszántából cselekedte ezt. Sosem tudtuk megérteni miért. Talán azért szegül ellen a menny döntésének, mert kétli, hogy képesek volnának megvédeni magukat, vagy ő talán nagyobb fenyegetést lát, mint a vele egyenrangúak. Míg a pokol tettei gyakran, mintha egyszerűen csak a pusztítást szolgálnák. A mennyindítékai kifürkészhetetlenek. Most pedig siessünk. Diablót és Bált is meg kell állítanunk, mielőtt csatlakoznak testvérükhöz, Mephistóhoz. Ha három legfőbb gonosz újra egyesül, a világ, ahogy mi ismerjük, nem lészen többé.
Ó, kitartány Zodiac. Remélem, hogy sikerül megoldanod. Nagy kincsá... Oké. Erzsiksz igazi... Oké. A városban tilos. A városban tilos. Na, mit kaptunk? Nagy fakalapácsot, amit kukázunk. Aztán egy botot, ami varázslónőnek jó, szóval kuka. Aztán egy kesztuszt, vagy mi ez? Igen, egyik se kell kuka. Élet feltöltése plusz 10, 10 000-ért. Élet feltöltése. Amúgy nem kellett volna eladni 10 000-ért, mert a következő akton már valószínűleg többért vették volna. Shit. Jó. Na, hát akkor ugye beszéltünk velük. Jelent Atma. A hősök legnagyobbikának bizonyultál, és megtiszteltetés, hogy barátomnak mondhatlak. Köszönöm néked, hogy újra békét hoztál életünkbe. Nincs. Mesif... Jó. Amúgy... Nincs olyan baj, melyet egy pohár bor meg ne gyógyítana. Tessék. Az alkoholista. Jó reggelt! Jó reggelt, Gegles! Mit mondasz, Szere? Igazi példakép vagy. És olyan hős, hogy melletted én kétszer olyan rossznak látszom. Má, nincs nekem bajom veled. Hé, azért hagyd majd egy kis dicsőséget nekünk kis embereknek is, oké? Oké, oké. Láttam Farát. Ahogy... Jó, ez már volt. Jó. Jaja, a Mesif jön, igen, igen. Csak most mindenkivel dumálunk még előtte. Ez komoly baj. Nagy szerencsétlenség, hogy tárását elnyelte Bál pusztító befolyása. A Horadimnak számos olyan titka van, melyet Bál ellen használhat. Keletre kell utaznod Kurászba, a tengeren át, megállítani Diablót és Bált, mielőtt kiszabadítják legidősebb testvérüket, Mephistót. A keleti birodalom vidékei nem olyanok már, mint egykor voltak. Egy ideje, nem sok hír érkezik felőlük. A legfontosabb a gyorsaság. Siess hát, barátom. És a sors legyen kegyes hozzád. Igen, igen, van szinkron. Képzeljétek el, a szinkron 2016-os. Nem 16-os. Hallottam, hogy az ellenfeled ezúttal megszökött előled. Hát, nézd a dolgokat a jobbik oldalukra. Megfutamítottad a démonokat. Ha távozni készülsz, akkor most köszönjük a segítségedet. Na, ez X. Hallottam, hogy Diablónak sikerült megszökni előled. Legalábbis egyelőre. Remélem, hamarosan beéred, és örökre visszaküldöd a pokolba. Jó. És akkor még Kélen, te mondasz valamit? Üdvözöllek a palotában. Ne keresd a bajt! Üdvözöllek a palotában. Ez amúgy érződik ezen, hogy így ez így félbe maradt. Bár csak tudnám, hogy miért maradt félbe ez a projekt. Jaren szólt, hogy el kellene vigyelek keletre Kurászba. Sok éve nem jártam már arra, de a szóbeszéd szerint elég rossz a helyzet. Matt. Igen, Matt. Harmadik felvonás. My companion drew in the dank. A társam beleszívott, igen, úgy tűnt, mintha ettől megerősödnem. Ott álltam a sötétség és a világosság küszöbén. Ami megmaradt józan eszemből, könyörgött, hogy ne lépjek be. De ez a hang akkorra már egy halk suttogás volt csupán. Ahogy egyre lejjebb haladtunk a kriptában, változást vettem észre utitársamon. Mintha egyre jobban erősödött volna.
Én alig látom a homályba, de a társam úgy tűnt ismeri az utat. Végül egy nagy csarnokba értünk. Jaj. Rossz volt a kaja. Ezután fogtam fel, hogy a társam nem megerősödött. Elvesztette mindenét, ami megmaradt emberi mi voltából. Ott van Táras a testébe Bál égköve. Vagy lélekköve. Démoni sebességgel haladt. Aztán megjelentél. Állj! A besti, ami benne lakozik, nem szabadulhat ki. Még általad sem. Szektorja. Nagyon jó a hangja amúgy. Nézd, mit tettek velem? Szabadíts ki! Segíts! Gyorsan, kérlek, siess! Ne tedd! Ostoba, épp most biztosítottad ennek a világnak a végét. El se tudod képzelni, hogy ma milyen események sorozatát hoztad működésbe. Menj a fény templomába, Kurasz keleti városában. Ott találod a pokolkapuját, ami nyitva áll majd előtted. Össze kell szedned minden bátorságodat, hogy átlépj azon a kapon, Marius. Fogd a követ, mit kezedbe tartasz, és vidd el a pokolkójába, ahol el lesz pusztítva. Most fuss, vidd a követ és fuss! Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Bál hogy fog majd kinézni a játékban. Mit tehettem volna? Futottam. Greetings, hát akkor... Nos, a szavamat adtam, hogy elhozlak ide, ahogy ígértem, de mindenre, ami még szent, bár sose tértem volna vissza erre az elátkozott helyre. Ez a bűzös dzsungel nem lehet az a kuraszt, amit elhagytam. Nem tudom, mi ez a gonoszság, barátom, de az nyilvánvaló, hogy meg kell állítanod. Azért imádkozom, hogy meg tud ezt tenni, mielőtt a dzsungel szeretett szülőföldem utolsó nyomait is elemésztené. Most a oldásának a Diablo 2 Resurrected-et? Nem. Megjelenésekor is nyomtam, csak... akkor Act 3 vége feléig jutottam. Nem kellett volna annyit áradoznom Kurasztról az ideúton. Ó, sok minden megváltozott, mióta elmentem. A cikk, amit linkeltem, csak az első két akt lett szinkronozva. Ó, hát ez szomorú. Üdvözöllek, Kuraszba utazó! Mostanság már csak kevesen jönnek önként ebbe az ősi városba. Remélem, az eszedet is magaddal hoztad, mert a józan észnek eléggé hiány vagyunk. Az én nevem Ratli. Fémben munkálásban jártas varázstudó vagyok.
Örömmel segítenék neked. Nem sok vevő van mostanság. Amit láthatod, a népességet brutálisan megtizedelték Mephisto erői. A csatornák vize vörös, a vértől és a démonok és démonok járják a vidéket. Ez a torz dzsungelpokor már visszafoglalta uraszt nagyobb részét. Egyedül itt a kikötő táján találhatsz biztonságot, ahol egy mágikus aura tartja kordában a dzsungelbili gonoszságot. Már nem tudom, meddig fog még. Nem tudom, meddig fog kitartani még. Hogy a helyzet még rosszabb legyen, Zakarum gyermekei szövetkeztek Mephisto erőivel. A zakarumisták Travinccal templomvárosába összpontosították erőiket, ami a mélyen a dzsungelbe rejtező kuraszba található. Igaz hídbuzgalmokkal senki másé nem mérhet fel, de én azt mondom, akik a fényharcosainak hívják magukat, nem többek, egy háttérben rejtőző kéz mozgatta báboknál. Hát ez szomorú, hogy csak az első két nap lett szinkronizálva. Mesifet már biztos ismered. De azt tudta-e, hogy itt született és nevelkedett? Gyanítom az ő szíve is, mint a legtöbbünké, majd meghasadt kuraszt hanyatlásának láttán. Csak a magunk fajták akasztófa humora véd meg minket a végső kétségbeeséstől. Jó, kell nekünk egy térkép, ami nincsen. Miért nincsen térkép? Hát ez fura. Ormus? De most Ormushoz beszélsz? Ő nagy mágus volt egykoron, de most az élete olyan, mint packányi a süllyedő hajón. Kérdéseid vannak Ormushoz, és kételkedd el te magadban. Ormus furcsa kettőséget látta benned, ahogy minden önjelölt hősben. Beszélj hozzája, és talán bölcsességet áld viszonzásképp. Vagy fordulj el őtőle, és keresd bölcsességet en magadban. Ratli gyanítja, hogy Ormus egy mágus. Gyaníthatja, amit csak akar. Ormus nem fogja feltárni előtte a valódi mágiát. Igen, tőle lehet venni piát. Nagyon szuper. Akkor, hogy a városban nincs térkép. Mindjárt akkor átváltok egérbillentyűre, hátha. Nem kapcsolt be valamiért a térkép, srácok. Üdv néked! Biztosan nagy kalandozó lehetsz, ha megkockáztattad, hogy ide gyere. Az én nevem Ashira, és én vezetem a vasfarkasok nevén ismert zsoldos mágus csapatot. Hónapok óta vadásztunk démonokra a dzsungelbe, de nem számít, mennyit ölünk is meg közülük, csak jönnek megint. Úgy tűnik, a gonoszság elárasztotta ezt az egész környéket. A szóbeszéd szerint te segíteni jöttél, ha ez igaz, megengedem, hogy felbéreld valamelyik zsoldosomat. De vigyázz, a felmérgeledőket rosszabbak tudnak lenni, mint azok a szörnyek odakint a dzsungelben. Ja, ezek a segítők amúgy mellékhasznosak. Viszont nekem az kell, aki most van. Aztán itt van Alkor is. A szentségét, hát igazán békén hagyhatnátok már végre, én... Ó, te egy nekromanta vagy, igaz? Azt hallottam, a te fajtád erős mixtúrákat, meg ilyesmiket használ a holtak feltámasztására, meg a szellemek irányítására. Egyszer örömmel elbeszélgetnék veled arról, hogy milyen összevevőket használtok. Alkor vagyok az alkimista, mixtúrákkal és gyógyírekkel foglalkozom, és adhatok el neked ilyesmit, ha igazán nagy szükséged van rád. Nyugodtan nézd be bármikor. Ratli csak arra jó, hogy a buta mágikus fegyvereit kovácsolgassa, de ahhoz nincs benne elég spiritus, hogy szépen kisétáljon oda, és kezelésbe is... És kezelésbe is vegyen velük bármit is. Igen, X-et nyomkodok, meg B-t főleg. Na, most megittam egy mana potit, csak úgy, random. Az a helyzet, hogy Ashira-val nem tudom, hogy pletykáltunk-e.
A Shira, ez... Micsoda ruci van rajta? Good day. Hát ez egy good day. The jungle can take you down fast. A dzsungel nagyon hamar el tud intézni a teheted, igyekezz nem csapdába esni odakin. Oké? Okay? Na, mutasd magad, hogy néztél ki korábban. Aha, értem. Menő. Na szóval volt Ormus. Nem lehet zoomolni a játékba sajnos. Hello. Hello. Sok éve már, hogy lábam utoljára taposta Kurasz földjét, de arra soha nem gondoltam volna, hogy egyre megronthatják. Ez csak Mephisto műve lehet. Jobb, ha már is indulsz, barátom. Diablo és Bál még mindig odakint van valahol, és neked meg kell találnod őket. Megyünk. Megyünk, Káin. Trogdon mesélt nekem Ratliról, mikor még Ludgoleinben voltunk. Azt mondta, Ratli mágiát bűvöl üllőjébe, így misztikus fegyvereket és páncélzatot készít. A képességei igen hasznosak lehetnek a számodra. Nagy kincsám... Oké, lefelem. Natalia. Üdvözletem, hős. Hallottam nemestetteidről, és igen, csak le vagyok nyűgözve. Nagyon kevés halandó képes úgy elbánni a hármakkal és a szolgáikkal, ahogy te tetted. Az én nevem Natalia, a gonoszok üldözője vagyok. Egy ősi rend tagjaként, ami a megrontott mágusok levadászására esküdött fel. Ha tehetném, örömmel csatlakoznék a küldetésedhez, hogy megállítsuk a hármakat, de itt kell várnom a további híreket. Nem tudnám megjósolni, mi fog történni. De a veszedelem nagyobb, mint gondolnánk. Mivel nem kapom a parancsaimat, segíteni fogok neked azzal az információval, amivel rendelkezem. Számos alkalommal hallottam már Deckard Cain nevét. Ő a Horadrim utolsó tagja, ezért tiszteletet érdemel. Valóban hatalmas lehetsz, ha ilyen társaságod van, mint ő. Oké, Natalia, oké, oké. Igen, igen, örültem, hogy Kainon mégis van szinkron. Igen, itt nincsen semmi. És itt alul még van valami. Nem, itt sincs semmi. Jó. Hát akkor megvan mindenki, mehet a menet. Küldetésünk nincs. Nem kapunk küldetést. Ki kell mennem ezt? Hát mondjuk az a küldetésünk, hogy menjünk ki, tehát a Skyn is mondta. Oké, megyünk ide, és akkor hát, ha megkapjuk. Belépés a póker. Ott megy! A sötét vándor! Nem engedjük el. Nem engedjük el. Wow, de király volt. Mana kell, mana. Nincs elég mana? Még nem tudom használni. Tényleg a kitartás itala az kell. Mana kell, mana. Még nem tudom használni. Még nem tudom használni. Tessék. Tövis melák. És ott van valami elit is egyébként. Gyarló égő. Gyarló é... Jáde szobor... Szobrocskát dobotta. Egy értéktelen szobor. Talán elcserélhetem valami jobbra. Azt mondod? Na, mindjárt csereber élhetünk. Egy értéktelen szobor. Talán elcserélhetném valami jobbra. Jó,
nyomod. Az a nevük, hogy fétis. Ó, egy hűnő. Meg vannak itt felhő cserkészek is. És ő szintet léptünk. Na tehát akkor... még csontvázidézés. És akkor így maxos. Aztán jöhet a csontváz mesterség. Jön szerintem a kérdésem, hogy lehet megadva a telefonszám csomagfeladáskor, lehet holnap nem leszek itthon és remélem hívnak. Hát ez egy jó kérdés. Hogy lehet megadva? Na várjál. Geri. Elvileg a tiéd lett megadva. Hát igen, Act 3-on Kain volt az egyetlen, akinek volt szinkronja. De nem merem megígérni, úgyhogy... este, ha nem felejtem el, akkor megírom neked, jó? Hogy kiém? Ezt már nem bírom el. Ezt már nem bírom el! Na, menjünk haza. Még Ludgoleinben messzív beszélt nekem arról, mennyire kedveli a jáde szobrocskákat. A kereskedő útjai során fura gyűjteményt szedett össze kis szobrokból. Én a helyedben megmutatnám neki azt a szobrocskát. Oké. Okay. Mana kell, mana. Yes? Élet feltörtése. Őt az ügyességhez. Ja. Betesszük a pénzünket. Ja. Szóval Meshif, meg kb. Mindenki. Hála neked, ez a jáde szobrocska végre teljesíteszi a sorozatot, amit gyűjtöttem. Tessék, ez az arany madárszobor megvan már nekem évek óta, de szerintem tisztességes üzletet kötöttünk. Segítőnek nem lett volna jobb az arányzs, amit alattál? De lehet, amúgy jobb lett volna a zseron. Simán lehet. Nem, az helyzet. Bele se gondolok általában, hogy a segítővel is foglalkozni kéne. Jó szórakozom azt figyelve, amint ide-oda szaladgálsz valami aranymadár után. Érdekes, egy hős vagy te. Szóval most Meshiffel dumáltunk, oké. Ormus. Ormus nem mond semmit. Ashira. Good morning. Milyen gyönyörű szobroska. Azt gondolná az ember, az ilyenre jobban vigyáznak. De nézd, van itt egy tartója teleporral. Alkortál valami?
Kuile, aranymadara. Köszönöm, barátom. Foglald el magad valamivel, mi kísérletezem a benne levő hamvakkal. Aztán gyere vissza és nézd meg, mit készítettem neked. Vér vissza, akkor az a nyújtalmad el. Kuile hamvaiból egy mixtúrát készítettem neked. From the ashes of... Jó. Ott van. Élet elixír. Tartsd lenyomva, hogy 20 pontot adj az életedhez. Tessék. Jó napot. Jó napot. Soha ne feledd, hogy a végcélod itt Kurraszban Mephisto elpusztítása. Az ősi Horadrim Travinkál templomba levő őrtorony belsejébe börtönözte be a gyűlölség urát. Tudd meg, barátom, hogy az egyetlen Travinkál mód bejutni Mephisto börtönébe a hipnotikus göm nevű tárgy elpusztítása. Mephisto arra használta ezt az eszközt, hogy irányítsa a Zakarum papokat és a követőiket. A gömböt csak egy ősi buzogánnyal lehet elpusztítani, amit az egyetlen megronthatatlan pap szellemével nemesítettek meg. Alig valamivel a bebörtönzése után Mephisto elkezdte kifejteni gonosz rontását a Zakarum papságra. Mindenkit a sötétség útjára fordított. Egy ember, Kalim, a nagy tanács Kvéhégenje kivételével. Kvéhégenje. Mephisto utasította a tanács többi papját, hogy öljék meg és darabolják fel Kalimot, és maradványait szórják szét az egész királyságban. Kalim után egy Sankekur nevű pap lett a Kvéhégen, aki végül Mephisto megtestesülésévé változott itt a halandók birodalmában. A megrontott főtanács egy gömböt készített, hogy uralkodhassék vele a többi hitű zakarumista fölött, és az erejüket felhasználva rejtették el uruk odúját a halandók elől. A te feladatod összegyűjteni Kalim szétszóródott terekjeit, a szívét, az agyát és a szemét. Aztán a Horadrim kocka használatával egyesítsd Kalim buzogányát az erekjeivel. Midőn ezzel elkészültél, el kell pusztítanod a hipnotikus gömböt Kalim akaratával, hogy ezzel utat nyiss Mephisto megrontott szentélyét. Igen, még jó, hogy nem hambasztották. Hát ismert a feladat. Szóval egész idő alatt Mephisto volt az aranymadár. Nem tudom, tudja-e, miről mondott le azért a jáde szobrocskáért. Oké, okay, tehát van egy olyanunk, hogy keresd meg Kalim relikviáit. Keresd a szemeit a pókoduban. Jó. Hát igen, igen, szerencsé, hogy nem hambassza le, tényleg. Jó, át kell mennünk a túloldalra. Ja, meg amúgy vannak új pontjaink. Ja, de ezt már kiosztottam. Azt nem tudom, hogy most lassan már visszafele is el kéne indulnom. Tétis sámán. Oké, ahogy látom, megyünk vissza, srácok. Nem akarok semmit se elhagyni, kihagyni. Füskés buzogány. Ó, egy drón, na tessék, már megértem. Szávasz, lovacska. Mizu, mizu. Yeah.
át a hétvégét. Végleges a magyarok sorozata, a magyar sorozatok levétele az HBO Max-ról pénzügyi okok miatt. Mármint kinek pénzügyi okok? Az HBO nem tud, mármint hogy mi a gond? Érted? Mármint hogy, érted? Kinek nincs pénze? Meg mire? Hali, Hali, szeretnék kérni egy segítséget, ha leszedem a magyarosítást a játékhoz, meg a szinkront, azt hogy tudom beletenni a játékban? Mármint a főkönyv fel, melyik mappájába kell belemásolni? Nekem nem kellett semmit sem másolnom sehova. A telepítő... be lehetett állítani a telepítőbe, hogy mit akarok, szinkront is akarok, akarok-e eredeti dolgokat meghagyni, azt hiszem, ilyen is volt. Szóval nagyon testre szabható volt a szinkron, tehát a Diablo 2 Resurrected-nek a telepítője. Azt tudom, hogy az alapjátéknál ott másolgatni kell a fájlokat, na de azt nem vágom, hogy hogy működik. Azt nem vágom. A Warner és a Discovery fúziója miatt bazi nagy adósságot hoztak össze. És mik azok a költségek, amik vajon járhatnak azzal, hogy magyar sorozatok vannak. Nyilván nem magyarok jöttek le, de például a Besugó az fixen nincs már az HBO-n. Oké, erre akarunk menni. Kevesebb jobb díjat kell felkelni a... Hát ez tök szívás. Főleg egy besugónak, aminek szerintem tök jó visszajelzései voltak. Nem csak a magyaroktól. Persze, itt nem csak magyar sorozatokról van szó, hanem egy csomó sorozatról. Hát ez szívás az HBO-nak. Ez szívás. Belépés a nagy mocsárba. Az igen. Alkonylény! Pokol himlő a halálos! Több már nem fér a zsákba. Na. Na, miket néztél a... Disney Plus-on, lovacska? Igen? Na nézzük. Gyorsabb futás, oké. Ó, és ez nagyon jó, mert fagyás, villámet... Hát ez gyakorlatilag ugyanolyan cipellő, mint ami eddig volt rajtam. Csak ez még annál is jobb. Nem ezt akartam. Szűzláncsa az elszívó, WTF. A városban tilos. Hát sajnálom egyébként. Ez a helyzet, ez a döntés. Akár jó, akár nem. Ez negatív visszhangot fog ide haza szülni. Loki, Mandalori, Wanda, Orville, Doctor Strange. Azt az Orville-t, ezt nem vágom. Anime csajok vannak benne, nagy keblekkel, lovacskám.
Bár mondjuk az eddig felsoroltakban nem volt ilyen, úgyhogy... Jól vagy lovacska? Napszúrás, meg ilyenek? A városban tilos. Ezért, hogyha adoklik az HBO meg a Netflix. Nem? A Family Guy sorozatának a alkotójának a Star Trek-hez hasonló vígjáték sorozata nagyon tetszik. I see. Nem hallottam róla, nem ismertem még eddig. Ó, biztos lesz rá majd megoldás szemelsz, hogy be tud bókolni. Nagyon jó cucca a besúgó. Quality, sorry. Mármint nagyon jó a koncepció a besúgónál, és nagyon tetszik az eleje. A vége annyira már nem. De ettől így, még én összességében azt mondom, hogy ez egy jó sor. Nem tökéletes, de jónak jó. Igen, Hórusz most épp azt mondta a lovacska, hogy hétvégén előfizetett a Disney Plus-ra, úgyhogy... Vízi hulla. Egy láda, még egy láda. Hú, egy kristálykart. IP3-na. Szevasz, kerosz, mi újság? Visszafele kell mennünk. Én is már vártam, hogy megjelenjen ide az a Disney Plus, és jól elő is fizettem azzal a kedvezményes egyéves előfizetéssel. Épp azon gondolkodtam, hogy a Netflixen mi lehet az, ami így összességében egy megérős előfizetés lát. Hogy minek a gémek? Befejeztük a Tiny Tinát. Az új Tiny Tinát. Az alapsztoriát, illetve megnéztük a harmadik DLC-t is, és azt is végignyomtuk. Úgyhogy jelenleg Tiny Tina ügyileg napra készek vagyunk. Szia, Adria a második, mi újság? Bocs, mint arrafelé. Most meghaladunk tovább a Diablo-val. Nagyon örülök, hogy ez van a soron most. Imádom az RPG játékokat. De fura volt ez a hang. Szerencsére itt minden szuper. Adri.
Itt minden szuper. Az egyik leges, legkedvencebb játékomat csapatom. Ennél nem is tudom, hogy lehetne jobb. Mármint nem a Resurrected a legkedvencebb, de a Diablo 2-t meg a Diablo-kat imádom. Ez a legutáltabb map volt nekem. Sötét és labirintusos. De teljesen érthető, hogy nem szeretted. Szóval itt minden szuper. Hétvégén pergettük a Fall Guys-t is. Srácokkal a Discordon. Meg Adrival. Mephisto egy jó... Jajajaj, Mephisto jó boss. Aha. A Cupheaden képzeld el, Keros, hogy én is gondolkodtam, főleg az item, mivel most megjelent hozzá a DLC, amire azt mondják, hogy amúgy annyira nem hosszú. De én is elgondolkodtam, hogy... Kéne nyomni, mert nekem az kimaradt. Ti is pergettétek? Nocsa. És milyen switch-e, mert én kipróbáltam és... Hát... Örülök, hogy nem csak switch-en tudok polgányzozni. Itt még visszamegyünk egy kicsit, kacok. Vagy 6 achievementet szereztem a hétvégén a Fall Guys-hoz. Na, hát ez úgy néz ki, hogy ennyi volt. Oké, átnéztük. Mehetünk tovább. A pókerdő az ilyen rövid. Nem is emlékeztem. Szóval a Cupheaden én is agyaltam. Ja, persze, nem egyszerűek a bossok, meg nem egyszerű jön magába a Cuphead. De nekem mint élmény maradt ki, ugye? Úgyhogy nem is az a terv, hogy 100%-olom meg, hogy mindent a legperfektebből megcsinálom, hanem csak végigjátszom. Kortiba is jól belejöttél? Hát én konkrétan kiakadtam, hogy a Fall Guys akadozik a switchen. Ez egy nagyon borzalmas portja egy játéknak. Jó, inkább akadozzon a menüben, mint sem a játékban. Fortiban megnéztem tegnap a Battle Pass-t. Jézusom. Nagyon jó dolgok vannak benne. De nem. Nem kezdek el Fortin. Túl sok idő. Mondom, ha... ahhoz meg kell utálnom a... Siege-et például. Vadafatra már sem meg is lesz a Battle Pass-a? Hoppácska. Szarvas is, csak a szarvas is a kiszonyatosan menő.
Gubó. Itt lesz a lejárat szerintem. Egyetlen problémámból csak az volt, hogy eredetileg kópozni akart. Kóp akartunk volna játszani, viszont nincs online közös játék, szóval így nem jött össze a dolog. A Cuphead. Az milyen platformon van? Az Steamen is van, nem? Vagy a Steames, nem srácok? Mert a Steames, akkor lehet nyomni Steam Remote Play-en. Darth Vaderre halt? Jaja, menő az a skin. Na, hát én úgy tudom, hogy a Cuphead az támogatja a Steam Remote Play-t, szóval azt lehet közösen nyomni úgy, hogy elég, hogyha neked megvan a játék, és akkor küldesz egy meghívót a Steam-es ismerősödnek, és akkor ő meg tud csatlakozni. Gyakorlatilag streameli neked a Steam, mármint hogy streameli az ismerősödnek a Steam a játékot, és tudjátok együtt nyomni. Rengeteg ilyen játék van egyébként, ami ilyen Steam Remote Play-es. De olvastam egyébként, hogy már akivel játszottad volna az, mert nincs közös játék. Csak mondom, hogyha esetleg a jövőben lenne ilyen alkalom, akkor tudj róla. Több már nem fér a zsákba. Menő cucca a Steam Remote Play. Metroiddal kéne végre játszol, nem a Cupheaddal. Ezt már nem bírom el. Hát ezt már a lovacskának ezeket az írásait én már nem bírom el. A Metroidból jött valami játék amúgy. Tavaly vagy tavaly előtt, nem? Vagy az valami más? Good morning. A tűz ellenállás is amúgy nem rossz. Villám ellenállás 25 ér, wow. Jó. Na majd, hogyha esetleg gondoljátok, Adri, nyugodtan gyertek majd fel a Discordra, itt nyomják a srácok a Fortit, Astromis meg Coolers. Hát a Fall Guys meg gyakorlatilag mindenki is nyomja, szóval pénteken nagyon sokan voltunk a szobába, akik így Fall Guys-oztunk, vagy Fall Guys-oztak éppen. Küldetések. Igen, igen. Hókudó, oda megyünk. Hókudó. Viszont erről nem beszéltem senkivel, úgyhogy kimaradna a párbeszéd egy csomó emberrel, úgyhogy most dumálunk. Együtt akarsz velem gyúrni, lovacska? Hát Mesif nem akar semmit sem mondani. Na, Natália, esetleg. Good day. Natália se akar semmit mondani. Itt nem fog menni. Itt nem fog menni. Soha ne feledd, hogy a végcél... Jó, ez már volt. Jó, akkor Ormus, te esetleg. Ő se akar semmit sem mondani. És... Ashira, te valami? Ő se akar semmit. Ja, hát akkor megyünk tovább, tehát hogy én nem erőltetem itt a dolgokat. Hogyha nem akartok beszélni, akkor nem beszéltek. What do you need? What do you need? What do you need? Hát akkor nem beszél senki semmit, úgyhogy go back. Lángpók. De jól néznek ki, basszus, a pókok.
Micsoda? Szark a lángoló. Én azt lastam, hogy szari. Mármint, hogy... Fúj. Sander tabuja. Halál keze. Na nézzük. Támadási sebesség. Igen, védelem 40 az élethez. Jó van. Kalim szeme. Megtaláltuk, srácok. Nefruna, hát nagyon jó a loot, srácok. Tényleg akkor növelve van a mágikus loot chance. Ez elég durván érződik. Vagy csak iszonyatosan szerencsés vagyok, nem tudom. De jól néznek ki basszus a pókok. Pedig nem szeretem a pókokat, de jól néz ki. Majd középre visszamegyünk később. Megölték a mágusomat! Szemetek! A rúnában nem számít a Magic Find. Na, ezt nem tudtam. Képzeld, Adam. Adam. Vagy aki esetleg tudja, hogy mi ez. Eden nevét láttam rajta. Viszont... Asher is itt van. Jó, oké. Asher neve is itt van. És ennyi. Tehát, hogy ezen nagyon sok név van. Eden neve is itt van, meg Asher neve is itt van. Micsoda erekje. Bizony, 2018. február 3-a vadász találkozó. Ez egy olyan vadász találkozó, amin én nem voltam ott sajnos. De iszonyatosan menő. A Magic Find buildek régen is nagyot mentek. Most elvileg olyan weekend van. Vagy mi? Vagy olyan week van, vagy nem tudom micsoda a lovacska. Pedig én nem nagyon rakok a Magic Find-ra. Szóval valószínűleg van valami köze a dologhoz, hogy ilyen Magic Find-os week van. Ja, jól néz ki. Így nézegettem a cuccokat, hogy válogattam, hogy mi az, ami... amit így hát kéne vinnem. Az ilyen nézői, emlékes dobozkába. És ott láttam ezt, mondom, megmutatom még nektek, hogy... hát, ha valaki ezt esetleg nem látta. Javadatak. Hallom valaki nagy izé Fortnite Battle Pass mágus. Mit mond a küldi? Azt mondja a küldi, hogy keresd meg Kali magyát a Flayer katakombában.
Jaja, hát elhiszem, madam. Hát... Szerintem augusztusban... biztos lesz valami. Majd még megbeszélem Astronomisztal. A találkozók főszervezőjével. Ki ott volt a pókódú? Hát nekem van a Borderlands 3-as skinem a Fortnite-ben is kb. Ennyi, ami menő. Tehát nekem nincs semmi. Most a Fall Guys-al lett ez a... az amerikai palacsinta, vagy nem is tudom, hogy hogy hívják, ilyen UR szirupal leöntve, de így ennyi skinem van a Fortiból. Elfogyott. Magic Fine pedig OP-nak tűnik, de nem mindig hasznos. Ja, hát én azon vagyok. Tehát, hogy nem tudom. Amúgy szerintem ebbe a buildbe simán elfér. Nem sok minden hat a csontikra. Gondolom én. Úgyhogy azért. Azért elfér. Mondjuk nem tudom, milyen statok kellenek a... a Summoner Necronak. A nagy mocsár. Igen, itt most nincs enemy, mert én már kiírtattam előre. Előtte. Warzone, Tarkov, Pereg, új vibe, vagy mi az, most volt vibe, vadatak, Tarkov, nem? Még nem tudom használni. Még nem. Hú, ott van egy, mi az, mocsári lény. Na végre amúgy elemik, végre darálás. Minőségi cestus. Nagyon jól néznek ki amúgy az alkony lények. Az alkony lények régebben így néztek ki. Iszonyatosan jól áll nekik a remaster. Nem frissítettem a Warzone, de még nem jutottam meg a Tarkov, meg mióta Adri kiköltözött, azóta le van törölve a gépről. Mehet, what the fuck, mehet. Kis tirki-tarki. A tarki-marki, mehet. Hát. És jó, jó kis inventory rendezés. Na hát, itt most be vagyok bételve. Átjöttem ide, azt itt a nagy semmi van. És még lovaskát is becsábítjuk. Tarkovozni. Milyen jó is lenne. Team! Team, csináljátok, nagyon jó. 1-2, 1-2. Hoppá!
Még egy rúna. Hát nagyon rúna, meg ilyenek. Ez fantasztikus, srácok, ez a sok rúna. Ha a cserébe nem lesz több DS, akkor jövök. Több már nem fér a zsákba. DS? Az micsoda? Á, Kalim szeme! Csak ez fedheti fel a Mephistóhoz vezető valódi utat. Helyezd el a szemet a Horadrim kockában, Kalim többi erekjéje a szív, az agy és a buzogány mellé. Oké, tess. Ja, hogy a Souls játékokat nem akarod látni. No, na, azt nem áldozzuk fel. Good day. Oké. Szávasz, Bone Spirit. Ezeket majd át akarom alakítani. Tényleg amúgy a nagyobb napokba agyaltam, hogy így, hogy az összes Dark Souls már megvan, és az Elden Ring is már megvan. Mondtam nektek olyat, hogy a DS3-ban meg szeretném ölni Ultra Great Sword-dal a Nameless King-et, ha így végigjátszom a DS3-at, és ugye az azért lett elfelejtve, mert időközben megjelent az Elden Ring. Szóval azt még lehet, hogy meg kellett csinálni. Mit is mondtál, Lovacska, mikor érsz rá nagyon streamet nézni? Mindig? Aha. Kivéve, amikor még alszol. Gondolom, nem sok alvás volt így. A Disney Plus-szal. Tényleg van köztetek olyan, aki ilyen streaming szolgáltatóra hosszabb távra fizet elő? Például évesre? 4-től 9-ig alszom általában. Olyan nekem is volt, hogy 4-től aludtam. Azokban az időkben, amikor még pergett a GTA. A GTA 5 stream. Micsoda idők voltak azok. Most már amúgy lassan időszerű lenne egy waypointnak. Szerintem lassan jön is amúgy. Wow, micsoda lootok. Nagyon jók lettek amúgy a hangok, ezek eddig is ilyenek voltak, hogy itt visítozik egy majom meg ilyenek. Régiben is volt. Nagyon király, nagyon jó az atmoszférája ennek a területnek.
Nézem, hogy itt kettő útvonal is van, amit nem néztünk még meg. Wow, hát igen, még mindig nagyon erős a segítőnk. Az a szoketes fegyver az sebezte rendesen. Jó. Flair dzsungel. Ez jó. Itt lesz Kalimnak valamilyen agya, gondolom én. Nyúzó sámán. Lélekgyilkos. Brrrm. Itt lesz szerintem a barlang. Nem. A pókerdőbe is van. De azt a hogy? Na jó, hát oda majd vissza kell mennünk. A nagy mocsárba... Az a helyzet a pókerdőt, én úgy éreztem, hogy teljesen átnéztem, és mégsem. A nagy mocsárat azt még megértem, hogy ott nem találtam meg. Mert azt még nem néztem át. Simogas sámán? Bátor a gyáva kutyáért, bátor a nefos sámán. Ohó, a, micsoda? Srácok, hát... Ha nem nézem a minimapot, akkor konkrétan elmegyek mellettem. Milyen jó az a... szobor. Mocsaras árok első szint. Az nem baj, hogy itt nincs semmi. Mindent át akarok nézni. Élőhalott Stüxi baba. Ez nem kell, waypoint melletti lejárat nem kell, aha. Az nem baj, srácok. Mindent meg akarok nézni. Van ott minden jó, ami pocaknak kell, pénz és XP. Az a jó. Ezt már nem bírom el. Ezt már nem bírod el? Lassan utol fogom érni a hardcore karakteremnek a szintjét. Több már nem fér a sárga. Hát ez hihetetlen. Rúnák, tömkelege, set itemek. Jó. Maradj egy kicsit, és figyelj. Stay a while and listen. Yes. Na, villámsebzés az ugye nem kell egyáltalán. Egy a tűz képességekhez. Ilyen jöhetne valami nekrós. Érdemes magadnál hordani a klubot kicsit. Ja, vágom, csak az a helyzet, hogy annak a kezelése kontrollerrel
Szerintem nem a... Mármint, hogy én nem vagyok jó kontroller kezelő, szóval én többet szenvednék a ládikóval, így hogy az inventory. Ha az inventoryban lenne. Hát nem Anakin Skywalker a magyar hangja, igen, igen. Viszont Szabó Sikorsban a bás a narrátor, illetve a barbának a szinkron hangja. Hát ő azért ismertebb, mint a Kai-nak a szinkron hangja. Az például iszonyatosan menő. A halál hírnöke közeleg. Ha valaki tudja, hogy ez micsoda, az nyugodtan elmondhatja, mert egyrészt szabad spoilerezni a játékkal kapcsolatban, másrészt eddig nem vettem észre bármi. Tehát, hogy, mint hogyha nem csinált volna semmit. Jaja, és ez abban az időben készült ez a szinkron, srácok. Amikor a Witcher szinkron is, és lélekszem. Ez azért... tehát, hogy ég és föld a különbség. Hiába dolgoztak nagy nevek amúgy a Witcher szinkronon is, ugye ott nem tudták, nem ismerték a kontextust. Itt meg ismert volt a kontextus, és ez érződik is az egészen. Pedig amikor kontrollál elrat, aztán végre nem tűntél rohamoztak most. Na szép! De basszos a naposom. Amúgy szerintem majd egy év múlva veszük elő a Resident Evil 2-t újra. Megcsinálni a... a Claire-es oldalt. Érzem, hogy nekem ennyi kell, hogy így. Hát na. Ennyi szünet kell. Ohó! És van tovább! A mocsaras árok harmadik szintje. Jó a térkép, tetszik. Na hát ez rögtön egy zsákutca. Ott nincs zsákutca, de nem tudom, hogy hogy lehet oda menni. És megölték! Szemetek! Nem ennyi Claire, hanem kis pihenő a horrorokban. Mondom, ez egy nagyon jó mapnak tűnik. Nincs itt enemy, mondjuk. Fura ez a pálya. Nagyon fura. Nyomod, nyomod, tess, nyomod. Ez a melbért milyen? Kettes. Hát akkor kuka. Na jó, ezeket a kígyókat ott hagyjuk, mert a csontjaink azok nem nagyon érik el őket. Jó, itt nincs semmi. Tehát, hogy ez megint egy zsákutca. Jó, erre kell visszafele menni. És most megint futhatunk egy csomót. Nyomok egy ilyen kitartást, italát.
Remélem azt fogom tudni mondani, hogyha ennek vége, hogy megérte, és nem ironikusan. Jó, egy újabb zsákutca. Hibás gyémánc. Jó, itt körbe lehet jönni. Na jó. Tehát... Nem hiszem el, srácok! Észrevettem! Francba! Át kellett néznem a térképet, hogy mi a fene? Hát ez egy nagyobb pálya, és nem értem, hogy mit hagytam ki. Vissza kell jönni az elejére, visszajöttem, és nem látok semmit, és hát most vettem észre, hogy... Körbe kell menni. Erre, amerre jöttünk, és ott van az egyik szobában egy kis átjáró. Nagyon jó, nagyon jó. Igen, itt bemegyünk, oda átmegyünk, nagyon jó, és akkor itt lehet tovább menni. Rohagyál meg te! Pálya, rohagyál! Nagyon jó, Tim, nagyon jó. Teljes sisak. Két szlotos. Ez jól jön, nem? Aha! Very big és very fat itt alul. Aha! Na hát, most azt tudom nektek mondani, hogy nem érte meg. Talán az XP miatt megérte, de amúgy nagyon nem értem meg. A tervezőjét beraknám ide térkép nélkül. Hát térkép nélkül kitalálni biztos egy élmény lenne. Az egyszer biztos. És ugye csak a fényekre lehet hagyatkozni. Nagyon jó volt, nagyon jó volt, srácok. Nagyon jó. Még ilyet esetleg. De hogy még ha adott volna valami jó lootot, de nem adott semmit. Nem adott semmit. Tele van csapdával. Szurkálja az embereimet, meg engem is. És nem volt jó loot a végén. És még XP se volt annyi, amennyi jó. Ami azt mondta, hogy megéri. Tehát ez egy időrabló hely volt. Mondjuk a második résznek azért még abban még van lehetőség. Leszetett Kalim testrészét a mágikus dobozba? Ne szívas. De az nem is itt van! Hú. Majdnem megszivattál. Ez nem ebbe a... Nem ebbe a dungeonbe van. Már majdnem visszamentem. Ez csak egy... XP-vel és enemivel teli... Zug. És ennyi. Szerencsére.
ahogy látom, az első szint is kicsi. Na jó, hát ez gyakorlatilag egy szivatós hely volt. És ennyi. Jó, tehát vissza kell menni még két helyre, hogy megkeressük az előző waypointokat. De örülök, hogy a Flayer dzsungeles waypoint már megvan. Hát ugye itt még be kell menni egy katakombába. Kalim testrészéért, valamelyikért. Szögletes pajzs? Nyilvessző? Na, gyógyít, amúgy az kell? Oké. Na hát úgy néz ki, hogy eljött az idő, hogy átmenjünk. Hajrá, team, hajrá! Rajtatok a világ szeme? Ó, 9 csontim lett. Ez a 21-es szintű miatt? 21-es csonti izé miatt? Lehet például 10 csont vázam, srácok? Nincs elég mana. Nincs elég mana. Ezt nem is tudtam, hogy 8-nál is lehet. Ezt már nem bírom el. Jó, akkor menjünk haza. Igen? Mana kell, mana! Greetings. Lehet a plusz skillekkel, aha. Ó, azt nem akartam eladni, most már mindegy. Köszi! Az infót. Milyen mázi, hogy ilyen nagy az inventory? Ha sima Diablót nyomnék, akkor rémek szívtam volna. Ha ott van, sárkány tüske a halálos. Felcsenget addig a második által a módfori érzelmét, hogy mana kell, mana? Nincs elég van, azaz. Az jó szám. Még nem tudom használni. Még nem tudom használni. Még nem tudom használni. Még nem tudom használni. Ja, úgy néz ki, hogy erre nincs más szöveg. Még nem tudom használni. Na, erre nincs más szöveg. Szegecses pajzs. Egy szlotos kuka. Hú, milyen darák nyomnak a csontik. Ribbon female, köszi szépen a rédát. Mindenkinek, srácok. Hú, madari, tényleg itt vagy még? Még egy róna, hát ez hihetetlen. Egy csomó rúnám van már, srácok. Indiai kaját te csináltál, wow.
mana. Nincs elég mana. Nincs elég mana. Nincs elég mana. Így van. Ez biztos király lehetett. Indiai kaja. Az indiai kajáknak mi a jellegzetessége? Valami eset. Nem tudom, mit akartam megnézni. Ja, szintező. Szintezni akartam. Jó, kortizáns itt, madafak. Nektek. Na, most jött el a pillanat, hogy megnézem, mit mond a guide. A guide azt mondja, hogy... mindent a Skeleton Masterire kell tenni. Hát ez nem meglepő. Még több élet, még több sebzés. Jó. A szörnyek az az lenne? Gondolom igen. Az, hogy csípős, az a jellemzője. Amúgy, hogy fűszeres, meg kör is, meg csíp. Aha. Még nem tudom használni. Gigantikus kard. Nagyon agudár. Na, tudja valaki a választ? Jó kérdés. Nem hiszem, srácok, hogy közületek lenne nagy Diablo mágus itt a chatben, vagy igen? Ez mi a manó? Mi volt ez a Gibdin? Ez micsoda? Meggyújtottam. Nézzük meg a régi grafikát, hát ha így beugrik. Semmi. Nem tudom, mi ez a Gibdin. Ha, itt lesz a katakomba lejárat. Nagyon jó, nagyon kapják. Ez az, ne hagyd abba. Gyilkos sámán. Na jó, menjünk tovább, srácok, menjünk le. Mert itt van a lejárat. Erre. De nem tudom, mi ez a Gibin, vagy mi a manu, amit itt az előbb megnyomtam. Abszolút nem rémlik. Na, Flayer katakombákban lesz Kalimnak valamelyik testrésze. Katonai kamp. Fölveszek minden hülyességet. Minőségi pántos mellvért. Meg a szarvasosak. Azt mondja, hogy két slotos, 51 erő kell hozzá. Nem rossz alapvetően. Főleg mivel nem sima volt. Most ért el a karakterem a 25-ös szintet. Most pont olyan szinten van, mint a hardcore karakterem. Császok. A láncink hány szoketes lehet maximum? Mármint, hogy így a mellvértek azok hány szoketesek lehetnek? Több mint kettő lehet? Ugye? Ez itt most egy waypoint? Nem. Elnéztem. Prüncs, prüncs. 6 szoketes lehet egy mellvért? Na. Oké.
Oké, hát eddig 2 volt a max, amit találtam, úgyhogy erre még rá kell gyúrni. Szokett szám függ a nehézségtől és az armor fajtájától, a max 3. Aha, tehát akkor gondolom hellen lehet 6 a max, és normálon meg 4. Ha jól veszem. Aha, aha. Köszi srácok az infót. Jaja, akkor most csak nekünk négy lát. Az igen, mennyi lootot dobnak itt. Van még egy lejárat. Hát erre. Esetleg. Jó. Zsákutca, zsákutca. Úgy néz ki, hogy itt imádják a zsákutcákat. Opa. Jó. Írt rúna. És már tényleg kéne valamit csinálni rúnákból, mert ez nem állapot, hogy ennyi rúnát kapunk, és még nem foglalkoztam a rúnákkal egyáltalán. Oké, itt van egy láda. Oké. Endugu a boszorka meghalt. Nem tudom, mi volt a neve. Ezt már nem bírom el. Több már nem fér a zsákba. Több már nem fér a zsákba. Kálim agya. Hello. Hello. Minő nagy szerencse. Kálim agya ismeri Mephisto gyengéit. Helyezd el ezt a Horadrim kockában, Kálim többi erekéje a szem, a szív és a buzogány mellé. Jó. Ha van 2 szoketes armorod, a talent rúnád, akkor tudsz olyan csinálni, hogy gyorsabban futsz. Az a stealth, vagy az másik? Good day. Megzavarás, igen. Fagy ellenállás, igen. Ezen van minden ellenállás, tehát órezi van. És ennyi. Ezen meg fagy ellenállás, 10%. A flat orezi az később nem lesz megérős, úgyhogy eladjuk. Oho! Jó, kuka. Tanettel tudunk csinálni stealth-et, oké. Mindjárt megnézzük. Köszi az infót.
van lényegessége, hogy hova teszem a tálot, a, tehát hogy fontos a sorrend, ha jól gondolom, tehát fölülre a tál, alulra az ETH kell. Ah, úgy néz ki, hogy nincsen. Mondjuk lehet venni. ETH van? IT... van. Van teletünk. Hát ez úgy néz ki, hogy egyik sem jó. Először a tál, utána az ETH, oké. Nem akarok most már kilogolni. Nem is tudom, hogy itt vannak-e lyukasak, vannak, jó. Sárszítól tudunk venni? Fontos, hogy csak szürke itembe rakhatod bele, kék, magic vagy sárga itembe nem lehet. Oksa. Sárszí. Oh, hi there. It's good to see you again. Hey, nice armor. Hey. Ott van. Köszi. Tál. Et. Lopakodás. 25%-a gyorsabb járás, gyorsabb varázslás, gyorsabb ütő. Képesség visszanyerés, 6 ügyesség, 15% mana visszatöltés, 30% méreg ellenállás. Meg ilyenek. Köszi. Orrez is, flat orrez is izénk van most. Páncélunk. Megy a lopakodás. Köszi szépen. Karcsinak mondtad, szegény. Én meg sosem mondtam ki a nevét. Csak annyit mondtam, hogy a Kovács. Jó. Köszi szépen. Sapkában meg a Neftir? Emlékeztem. Meg valami izé, Vandot is mondtatok nekem, hogy a Vandba is van valami az elején. Ja, a Neftirt azt megcsináltam a HC karakteremnél. Az mit? Az ad manát, ha megölsz valamit. Ó! Oh! Orcol van a Vandba? Arról már néztem videót még annó, amikor megjelent a Resurrected, hogy azt úgy kell csinálni, hogy... kibe kell menni a városból, és akkor rezetelődik a lootja? Vagy nem is tudom, van valami trükkös megoldás arra, hogy hogy lehet két szoketes Vandot szerezni. Azt tudom, hogy már videót néztem ilyenről, hogy a fejesbe az orcol, a Vandba meg a Dolio. Na, a Dolio az mit csinál? Köszi szépen amúgy a help-et, srácok. Lorhám az elején OP, de kb. Jó, akkor bár lesz olyan runád. Aha. Jó, hát itt úgy néz ki, hogy visszamegyünk. Most az a cél, hogy 5-kor végzek a streammel, és addigra új helyen szeretném fér a zsákba. Új helyen szeretném abba hagyni. Minden eddigi bejárt területet teljesen felfedezünk. És meglegyenek a waypointok. Dolly jó sokat ad a bonuszkére. Ó. Oh. Az akkor végül is segít a Summoner Necronak annyiba legalább, hogy nem csak áll egy helyben, nem? Mondjuk ez az átkozás iszonyatosan nagyot megy.
olyan erősek lesznek tőle a csontik. Az ott egy elik, nem? Harag, fickó, a pusztító. Szóval az Nightmare-en esik. Hát akkor az felejtős kb. Ezt már nem bírom el. Jó látni téged! Rere, Zodiac. Vége a melónak, vagy? Csak sikerült egy kicsit. Irábalni a melóval. Nagy mana ital. Gyász, denevér! Ugye, mivel online-tolom a játékot, ezért különösen nehéz a térkép 100%-olása. Tényleg így, hogyha időre megyünk. Itt megyünk tovább. Vízellenállás. Oké, viszont ez úgy néz ki, hogy ez ennyi. Nagyon tetszik, hogy ilyen gyors lett a karakter. Menjetek lejjebb, csontik! Jó. Konkrétan még az alap vandomat használom. Mert azóta nem esett jobb. Ja, és amúgy lehet, hogy venni kéne. Csak azzal még nem akartam szórakozni. Hűha! Homló fej, na ez jól áll. Nice! Gondolom, ebből is lehet valami jót csinálni. Bár gondolom a bomlófej, mivel 4 helyet foglal, ezért gondolom van olyan, ami 4-es. Ugye? Az offhandbe 4 szoketet is lehet rakni. Mármint, hogy 4 rúnát is lehet rakni. Szóval mindenféleképpen meg akarom nézni így az interneten stream után, hogy ez a hely micsoda. Ez itt, mert nekem kellett begyújtani. Veszedelem szétét. A Gidbin. Ó, hát akkor ez a küldihez volt. Ez egy csodás fegyver. Talán Ormus többet tud róla mondani. Hajtsba esik csak több mint 2 szoketes? Ó. Ezt már nem bírom el. Shit. Fejesben van 3 szoketes is. Én eddig abban még csak 2 találtam. Hello. Hello.
Jól cselekedtél, nemes hős. Ormus gratulál neked. Skacsim régi szellemei vigyázni fognak rád. Skacsim, amiért visszahoztad szent pengéjüket. Most annyi év után Ormus újra arra fogja használni hatalmát, hogy megvédje az ártatlanokat az árnyaktól. A varázs, ami a kikötőt védi, mostantól megerősödik. Nice. Lehetne a csontikon is inventory? Ashirával kell még dumálni. Hiszen most körbejárjuk a várost, hát ha valaki még mond valamit. Kis szerencsével Skatzim szellemei lehetőséget adnak nekünk arra, hogy bosszút álljunk ezen a vidéken álló... Mi? Az ezen vidéken dúló hatalmak fölött. Te igazán ámulátba ejtesz, idegen, nagyon kevés olyan értékes tárgy van, aminek a kísértésétől hajtva szembeszállnék az Akarum gyermekeivel, meg apró szolgáikkal. Hát amúgy igazán vihetnék a lútomat. Ki láthatta volna előre, hogy a régi vallás ilyen jelentős szerepet játszott a hármak elleni háborunkban? Igyekezeted, megint ámulatba egy barátom. Ennyi. Á, Kalim szeme! Csak ez fedheti fel a Mephistóhoz vezető valódi utat. Helyezd el a szemet a Horadrim kockában, Kalim többi erekjéje, a szív, az agy és a buzogány mellé. Hát ez csak információ áradat volt, War Machine ezzel nincsen gond. Spoiler lehetett volna, hogyha... azt mondom nektek, hogy nem beszélettek erről, de hát Diablo 1000 éves játék, a sztoriát vágom, a mechanikánkat nem, de hát azt meg nyugodtan elmondhatjátok, mert nem vágom, és valószínűleg nem is fogom, hogyha nem mondjátok el. Most, hogy már kevesebb vasfarkas kell a kikötővédelmére, néhányan önként jelentkeztek, hogy ingyen elszegődjenek melléd. Wow! Hajjaj, Antal! Amúgy én is kíváncsi vagyok, hogy lesz-e itt valami szinkronista vagy bármi ilyesmi, a Resident Evil-nél elég menő volt. Good evening. Á, ő sem mond semmit. Na, itt beszélni akar velünk Ormus. Ez a méreg ellenállás miatt van itt a pajzs, aha. Ennek a bűvős gyűrűnek én már nem sok használt veszem. Tessék, viseld büszkén! Aha. És a második küldi. 10% esély a harmadik szintű Nova varázslására sérüléskor. És 45 a támadási értékhez, 7 a maximum kitartáshoz, 10 a villám ellenálláshoz. Na hát ez jobb, mint ami nekem van. Na hát igen, azt úgy kukázzuk is. Tehát, hogy a gyorsabb varázslás az így ide nem kell. Good evening. Legalábbis szerintem. Gyűrűből miért csak kettőt lehet felvenni? Ezek akkora gyűrűk. Egész kezeden. Ezek már karperecek inkább. Ott vannak. Go-go, át kell menni. Azt mondják, hogy Kuraszt bazárja alatt.
még nem tudom használni. Nincs probléma, srácok. Úristen, mennyien vannak? Nyomod, Tim, nyomod. Elképesztő, hogy nyomják ezek a csontik. És lenyűgöző egyben. Milyen írtásra képesek. Át kell menni. A következő zónáig mindenféleképpen el akarok menni. Ja, szóval egyébként köszi szépen az infókat. Tényleg ilyen rúnaszavakat én nem vágok egyáltalán fejbe. Meg, ahogy mondtam nektek, korábban nem is nagyon csináltam ilyet, mert ez nekem kimaradt. Pedig ha tudtam volna, hogy ez a rúnázás ilyen menő, régebben. Még menőbb lehettem volna. Mint egy Diablo tudós. Mert igazából az lehet mágikus karkötő, 15 éve unokatesommal mi is elmélkedtünk rajta. Nagyon jó, nagyon jó. XP. XP Shrine. Nagyon jó. Nagyon jó, Tim. Itt fölfele. Ez micsoda? Ez már egy új zóna, igaz? Nem annak tűnik amúgy. Mert ez óriás karkötő le. Tehát, hogy óriás karkötő azért csak kettő lehet rajtad. Egymásra halmozni a karkötőket nem lehet, mert hát ugye látnod kell ahhoz, hogy érvényesüljön a hatásuk. Egyetlen. Hibás Rubin. Jézusom, ez kegyetlen, srácok. Ez kegyetlen. Erre el lehet menni? Hogy zörögnek, csörögnek a csontjaim? Mármint az a kegyetlen, hogy milyen hosszú a pálya. Itt van viharpa. Ezt már nem bírom el. Hát, a szívás. Hol vagy, Káin? Üdvözöllek! Hello! Hello! Az nem kell, az se kell, és az se kell. Ezt is átrakjuk. Arany, arany, folytógáz, gyere! Na, ez már itt az alsó kuraszt. Jó. Oké. Fontos, hogy alsó kurasztba kell majd átmennünk. Ott egy csaj, egy mezítelen csaj, pucéran. Inkább úgy mondom.
Szia, puca. Hol, hol? Hát ott a sziklán volt. Ezt már nem bírom el. Ezt már nem bírom el, puca. De van itt ilyen is, figyelj. Hol van? Hol az egerem? Itt van. Nem megy. Ja. Meneküljetek. Ja, csak napozik? Á. Hát ilyen fétisek között én annyira nem napoznék, de hát... ki mit szeret, ugye? Folytó gáz mellett, ugye? Amúgy valószínűleg át kéne mennünk alsó kurazba. Hát átfutok már ide, hogy ide spónoljanak a csontik, vagy nem tudom. Szörnyű azt látni, hogy... izé, egy megáll. A fán azt nem akar tovább menni. Ez... elkezdték szinkronizálni, puca. Az félbe maradt a dolog. Nem tudom, hogy miért maradt félbe. És így nem 100%-os a dolog. 2006-os. 2006-os a szinkron. És hogyha meg akarod keresni a szinkron stúdiónak az oldalát, akkor lehet, hogy meg akarják nagyobbítani a nemi szervedet. Szóval, hogy mint szinkron stúdió már nincsen, sajnos. Mit tud ez a maszk? Hát az, hogy kidobjuk. Aha. Jó. Erre már nem emlékszem, mi volt, szóval most meg kell néznünk. De, kivettünk Zseron. Mindjárt megmutatom neked. Beleraktam a nem a Kanai Cube-ba, hanem a Horror Dream kockába, igen. Ha mégse csináltam volna meg, akkor még mindig lesz rá idő. Persze nem örülök neki, hogyha nem csináltam meg. Most ugye az a feladat, hogy... nem tudom. Inkább megkeressük alsó kurasz bejáratát legközelebb. Már nagyon sok idő lenne. Tehát most visszafele megyünk. A Flayer dzsungelt azt már átnéztük. Igen, ott a lejárat. De most akkor megnézzük, kedvetekért. Elveg itt lesz benne a Horror Dream kockába. Azt mondja, hogy kinyitás, lenyomva tartás. Ja, ott az agy. A szem a pókos részről van, az agy az innen. És ami nekem kell, az két waypoint. Két waypointot még nem találtam meg. A Flayer dzsungel előtti nagy mocsár, azt hiszem. Igen, a szív az meg már kurasznál van. Na, itt van az első waypoint, ott látjátok. És nekünk most át kell menni a nagy mocsára. Na, ez már a nagy mocsár. Ez már a dzsungel. Ja, akkor erre kell menni.
Ugye ez, tehát ugye ez teljesen rendben van, hogy a nagy mocsaras waypointot nem találtuk meg, mert az ugye nincs átnézve. Szevasz, Alanir. Ez itt érdekesnek néz ki. Ide átjövünk. És itt lehet a waypoint. Hó, gyűrű. Aha, itt is van. Na, most már csak a pókerdőnek a waypointja kell. Konkrétan ez a waypoint a pálya olyan szegletén volt, ahova amúgy én nem mentem volna magamtól. Ezért is skippeltük. Tehát... Megyünk vissza. Nem tudom, hogy itt át tudunk-e menni, úgyhogy inkább átítom a túloldalra. Aha, hülyesség volt. Ez nagyon nagy hülyesség volt, hiszen nincsen átjáró. Tehát akkor itt lehetett volna tovább menni. Shit. Nem baj, nagyon sokat segít a stealth-es chestünk, úgyhogy... Jó, ez már itt a pókerdő lesz. Ha minden jól megy. Vagy még nem. Pókerdő. Na, úgy néz ki, hogy ezen az úton se jártam eddig. Ugye, hogyha offline-ba játszanám a játékot, szólóba, akkor nem kéne most ezzel szórakáznom, amit itt csinálok. Hát nyilván egyébként is átjárnám az egész térképet. Csak akkor ugye mentődne a térképünk. Így online-ban pedig nincs térképmentés. Offline-ban is mindaddig van térképmentés, ameddig nem mész be multiba mással. Legalábbis anno ez így működött, ha jól rémlik. Na hát, itt most megszívtam szerintem, amúgy. Mert hogy én itt sehol nem láttam waypointot. Itt sincs. Tehát ez egy olyan zóna, mármint hogy ez egy olyan része ennek a zónának, ahol nincsen. Hol lehet? Ott fönt valamit nem vettem észre. Mert pedig, hogyha valahol lennie kéne, akkor... Mondjuk lehet, hogy nem a barlang mellett. Ja, hát ez itt nem lesz. Ez itt a hóbarlang.
ez a rész indokolná azt, hogy, hogy itt legyen valahol. Az a helyzet, hogy itt nincs semmi. Lehet, hogy az elejéről kéne futni. Hát, ha úgy észreveszem. Na jó, meg eljövök ide a barlang mellé, hát ha valamit nem vettem észre. Nem, nincsen. Meg nem is lenne logikus. Hát ilyen az a waypoint keresés, srácok. Szívás. Ugye itt, hogyha elmegyek kelet fele, akkor arra már az új zóna van. Na, mondjuk itt van valami út. Jó, akkor itt lesz, srácok. Megvan. A harci villa az. Ohó! Erősödni fog a segítőnk. Wow! Itt valami lejárat van. És úgy néz ki, hogy ezt is kihagytuk. Na. Hát akkor pókerdő waypoint, pókbarlang. És onnan pedig a kuraszthoz kell menni. Jó. Hát megvan, srácok. De a barlangot nem szabad elfelejteni. Hello. Ez hogy nézett ki régebben? Ó. Greetings. Kuka. És ez pedig nagyon jó. Fagy ellenállás 11%. Egy az erőhöz. 12 az élethez. Srácok! Nagyon lassan haladtunk. Ha azt nézzük, megcsináltuk a 7 kriptát, a Horadrim botot, az aranymadarat, az ősi vallás pengéjét, és a Kalim akaratának kétharmadát, vagy felét, minek hogy tetszik. A következő streambe, azaz holnap délután, nyomjuk tovább az Act 3-at, ha minden jól megy, akkor Mephiston túl leszünk már, szóval valószínűleg Act 4 elején fogunk járni holnap. Ha minden jól megy, természetesen. Kemény ez az Act 3 abból a szempontból, hogy jó időrabló volt. Nem gondoltam volna, hogy ilyen lassan fogunk tudni haladni, hogy nemrég lett meg ugye a második küldés. Na nem baj. Örülök neki, hogy segítettetek itt a rúnázásban. Majd még nyomjuk tovább. Meg fogjuk majd csinálni a jobb fegyvert a segítőnek is, meg neki is adunk majd valami jó rucit. És hát egyelőre eddig jutottunk. Nagyon sok set item esett, nagyon sok rúna esett, úgyhogy van miből gazdálkodni, szerencsére.
De az, hogy még level 1, tehát ugye a level 1-es vandónkkal nyomjuk, hát ez nagyon komoly. Kell valami normális van, mert hát csak nem így kéne végigjátszani a játékot. Csak nem így kéne megölni Bált, hogy a level 1-es vandal, nem? Úgyhogy örülök, srácok. Itt van Sotiris, itt pedig Nemitz is, ő a hardcore karakterem, vele nyomtam anno, amikor megjelent a Resurrected. És ha minden igaz, neki már van olyan sapkája, amiről beszéltetek, a Neftir. Igen, igen. Megnövelt védelem, 10 plusz védelem, védelem a lövedék ellen, 5 az erőhöz, mana a leölt szörnyekért, kevesebb arany a szörnyektől, és mínusz 3 a fényerősséghez. Na hát ennek meg van. Látjátok? Itt vannak. Azt nézd. Csontdárdás, csontpáncélos varázsbot. Ja, szóval olyat kell majd kiszedni. Látjátok? Itt kimaradt a második küldi például. Durva. Keresd Kalim agyát a Flayer katakombákba. Végez a fő tanácsa. Ja, szerintem a kövi streammel mindenféleképpen leelőzzük a HC karakteremet. Nagyon király amúgy ez az akt háttérkép itt a menüben. Majd megnézzük amúgy az átvezető videókat. Azt hiszem, hogy az Act 1-eset nem néztük meg. Úgyhogy azt majd bepótoljuk, amikor végeztünk a játékkal. Hát mostanra ennyi lett volna, srácok, a diablózási. Remélem, hogy tetszett nektek. Nyomjuk még tovább természetesen, ameddig Bál meg nem hal. És minden küldetés el nem készül, és minden zegzugba be nem nézünk. Ez a terv, no meg természetesen az, hogy a héten befejezzük a játékot, bár a mai haladás alapján erre nem sok esélyt látok.